Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, azokat, akik követik esetleg a közvetítést. Természetesen külön köszöntöm itt lévő vendégeinket, dr. Holomán Csilla asszony, járási hivatalvezetőt, köszöntöm dr. Szenti Szabolcs alezredes urat, kapitány urat a rendőrség részéről, és Bakai Máté százados urat szintén a rendőrség részéről. A képviselőtestületi ülés, egy úr meg fogja erősíteni, remélem, hogy nyilván a szabályoknak megfelelően került összehívásra. Előzetesen megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk, minden képviselő társam jelen van az ülésen. Előzetesen 19 napirendi pontot küldtünk ki, illetve előterjesztést, mindegyiket nyílt ülésben szeretnénk tárgyalni. Ami a javaslatom lenne a napirenddel kapcsolatban, hogy most itt ugye letett anyagként kapott minden képviselő egy anyagot, nyilván indokolni fogom a sürgősséget is, illetve nyilván indokolni fogom, hogy miért letett anyag, de én úgy gondolom, hogy elsősorban a márciusi adóbevételeink, ugye március végén kiderülő adóbevételeinknek a fényében volt ez, tervben már volt, de mindaddig, amíg nem derült ki, hogy mennyi az adóbevételünk első részlete, ugye ez március végén, igazából április elején derült ki, annak fényében kezdtünk el dolgozni ezen az anyagon, ezért kérem, hogy vegyük föl napirendi pontnak, annyira letett anyag, hogy én nekem nincs is, de... Azt mondja, hogy az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítás, egy rendelet módosításról van szó. Nyilván egy szociális jellegű dolog, és nyilván a költségvetést abból a szempontból érinti, illetve a bevételeink abból a szempontból irányozzák elő, hogy ez egy olyan szociális juttatás lenne, ami nyilván előre a költségvetésünkben még tervezni nehéz volt, hiszen a bevételeink akkor nekünk még nem voltak olyan mértékben tisztázottak, most láttunk már a jövőbe egy kicsit, úgyhogy én szeretném, hogyha ezt 18-as, tehát a jelentés képviselőtestület után vennénk föl, és ott tárgyalnánk. Jó? Van-e még javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, és el tudjuk, akkor ezzel a módosítással, kiegészítéssel fogadni, kérem jelezzük készfeltartással. Egyhangú. Köszönöm szépen. Kezdjünk is neki. Beszámoló Algyő nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. Nagy szeretettel köszöntöm még egyszer akkor kapitány urat, illetve százados urat. Én megadnám nekik a szót, hogy esetlegesen röviden, ezek szerint PPT vagy bármilyen fajta előadás is lesz. Nagyon örülünk neki, el is fordulunk. És a százados úr, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, engedjék meg, hogy röviden önöket nem feltartva, de néhány szóban referáljak 2023-as algyői eseményekről. Változatlanul három körzeti megbízott, Jaksa Zoltán, Horváth Zoltán, illetve Tóth Gábor zászlós úr látják el a körzeti megbízotti feladatokat. Én azt gondolom, hogy továbbra is kijelenthetjük, hogy Algyő egy biztonságos település, ahol az embereknek jó élni. És az a mi feladatunk, hogy ezt továbbra is biztosítjuk, a lakosságnak a szubjektív biztonsági érzetét fenntartsuk. A 24 órás rendőri lefedettséget, illetve azt, hogy a közterületen minél többet kint legyünk, alapvetően nyilván a három körzeti megbízottunk teljesíti. De tekintettel arra, hogy ők nincsenek folyamatosan szolgálatban, így a tarjáni rendőrös további körzeti megbízottjai azok, akik a lakossági bejelentésekre reagálva, ha bármilyen panasz van, akkor a lakosság rendelkezésére állnak. Ahhoz, hogy egy ilyen szilárd közbiztonságot tudunk Algyőn fenntartani, én szeretném már most előjáróban megköszönni az önkormányzatnak a segítségét. Úgy gondolom, hogy a közterületi kamerarendszer, amelyre áldoztak, amelyet fenntartanak és működtetnek, nekünk nagyon nagy segítségünkre van. Nem egy esetben segített a 2023-as évben is bűncselekmény elkövetésének a felderítésében. Ha számokra egy kicsit rátérünk, akkor látható az, hogy 2023-ban összesen 36 bűncselekményt regisztráltunk Algyőn. Ez növekedés ugyan a tavalyi évhez képest, viszont itt kiemelném, hogy a személyelleni erőszakos bűncselekmények továbbra sem jellemzik a települést, és azt gondolom, hogy alapvetően ez a legfontosabb, mert ez az, ami leginkább tudja befolyásolni a lakosságnak a biztonsági érzetét. A szegedi rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó bűncselekményeknek a felderítettségi aránya, nyomozási sikeressége az 74,1%, amelyre én azt gondolom, hogy büszkék lettünk, ez egy kifejezetten jónak mondható eredmény.
kiemelt bűncselekményekből 2023-ban 22 bűncselekményt regisztráltunk, ebből 11 volt lopás. A 11 lopásból 8-nak az elkövetőit tudtuk eredményesen felderíteni, és itt kiemelnék egy utazó bűnözők által elkövetett cselekményt, a Kosárfon utcában történt betörés, grúz állampolgárok követték el. Tudni kell, hogy ők már országosan, több településen sikeresen követték el azt a bűncselekményt, amelyet utána Algyon is megvalósítottak, és itt is a kamerarendszernek, illetve a Szegedi Rendőrkapitányság hivatásos állományának munkájának köszönhetően hozzátenném, hogy a rendszerfelismerő rendszer is itt nagyon sok, nagyon nagy segítségünkkel volt. Egy héten belül az Algyon eseményeket követően tudtuk azonosítani az elkövetőket, és Budapesten sikeresen elfogást hajtottunk végre. Látható még az online csalások, ebből a 22-ből 9-et tett ki összesen. Az online csalások növekedése az mind Algyon is megfigyelhető, ugyanis a korábbi évben 5 volt, míg a 2023-as évben már 9 online csalás, de ez egy országos tendencia. Ennek a visszaszorítása érdekében mindent próbálunk megtenni olyan módon, hogy a lakossághoz eljutatni a megfelelő információkat. A járőrök, a KMB-s kollégáink az intézkedések során tájékoztatják az intézkedés alá vont személyeket, hogy mit tudnak tenni az online csalások megelőzése érdekében, illetve mi is jelen vagyunk piacon, voltunk a nyugdíjas klubban, folyamatosan készítjük a tájékoztató anyagokat, szórólapokat, próbáljuk eljutatni ahhoz a korosztályhoz, aki leginkább sértetje ezeknek a bűncselekményeknek, és itt az időskorúakra gondolok alapvetően. Egy testi sértés látható még a 22 bűncselekménynél. A testi sértésnél azt kell tudni, hogy ez családon belül történt, és az is magánlakásban. Tehát nyilván nem örülünk neki, ha egy testi sértés van, de alapvetően ez megint nem egy olyan esemény, amely azt befolyásolná, hogy az algyai lakosok biztonságban tudnak-e közlekedni az utcákon, mert gyakorlatilag nem egy ilyen elkövetési módszerről beszélhetünk. A zsarolás pedig, ami látható, az pedig a Nagyfai Bébi Intézethez köthető. Közterületen elkövetett bűncselekményekre azt tudom önöknek elmondani, hogy 5 volt a 2023-as évben, azonban ezek a bűncselekményekből egyik sem erőszakos elkövetés volt. Közúti járművezetéshez köthető eseményekre kell gondolni, itt a járművezetővel szemben intézkedtünk és indítottunk büntető eljárást. Járművezetés eltiltás hatálya alatt, illetve közúti baleset okozása miatt történt a büntető eljárások. Rendészeti tevékenységünkre, ha egy kicsit rávilágítok, akkor az látható, hogy szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 2023-ban 5 elfogásunk volt Algyő területén, bűncselekmény gyanúja miatt további 3 személyt állítottunk elő. Szabálysértési főjelentéseknek a száma az évek óta egy folyamatosan növekvő tendenciát mutat, 2023-ban 36 szabálysértési főjelentésünk és 12 büntető főjelentésünk volt. Hogyha itt a jobb alsó sarokban lévő táblázatot megnézik, az a helyszíni bírsággal sújtott személyeknek a számát mutatja. Itt látható egy ugrásszerű növekedés a korábbi évekhez képest. Ugyan 2022-ben is már 278-al több volt, mint az azt megelőző évek, de most ezt több mint megkétszereztük. Ennek az egyik oka az, hogy a rendőrség próbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyi sérülés és balesetek visszaszorítása érdekében megtegyük a szükséges intézkedéseket. Ugye a fő baleseti okok továbbra is a sebességtúllépés, az elsőbségelőzés szabályának a megsértése, illetve a kanyarodási szabályoknak a be nem tartása. A balesetek csökkentése érdekében folyamatosan közúti ellenőrzéseket tartottunk, leginkább ezt a 47-es számú főúton tapasztalhatták. Nyilván a forgalom szempontjából a győr területén ez a legérzékenyebb terület. A belterületen nem igazán jellemzőek a közlekedési balesetek, főleg amik személyi sérüléssel járnának. És ennek a folyamatos rendőri ellenőrzéseknek az eredménye az, hogy ennyire magas lett a helyszíni bírságoknak a száma. A közlekedési balesetek számát, hogyha megvizsgáljuk, akkor látható, hogy 7 személyi sérüléses balesetet regisztráltunk 2023-ban, ebből 2 volt az, ami súlyos sérüléssel járt, illetve 5 könnyű sérüléses baleset. Szintén büszkeséggel tölt el engem, hogy az elmúlt 2 évben itt a járművezető Algyő területén nem okozott közlekedési balesetet. Szeretném így a végezetéhez közeledve megköszönni az önkormányzatnak az együttműködést. Úgy gondolom, hogy egy szoros jó kapcsolatban vagyunk egymással, ezt próbáljuk fenntartani, mert csak akkor tudunk eredményesen dolgozni mi is. A polgárőrségnek is köszönettel tartozunk, különösen a rendezvények biztosításában nyújtanak nekünk segítséget, illetve a járőrszolgálataikkal. Azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a család és gyermekjóléti szolgálattal is, folyamatos az információáramlás az olyan ügyekben, amelyekben ugye az érintettség felmerül, illetve jelen vagyunk az óvodánál, az iskolánál, részt veszünk továbbra is a KEVE programban, havi rendszerességen megjelenünk a Fehér Ignác általános iskolában, próbáljuk a fiatalokat a biztonságos közlekedésre nevelni.
oktatókkal, tanárokkal közösen. És ott a célkitűzéseink, én azt gondolom, hogy változatlanok, továbbra is az a fő szempont, hogy Algyó egy biztonságos, élhető település maradjon, mint amilyen az elmúlt években is volt, illetve az áldozattá válás megelőzése érdekében, különösen az időskorokra, a fiatalokra szükséges bűnmegelőzési tevékenységet kell folytatnunk. Én befejeztem, köszönöm szépen a figyelmet, és ha bárkinek bármi kérdés van, akkor nem szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönjük, ez nagyon jó összefoglaló volt. Kérdezem, tessék, már kérdést? Nem, kérdést. Ja, mindjárt csak először a bizottságokat meghallgatnánk, és akkor utána lehet kérdezni, jó? Úgyhogy én a bizottságokat kérdezném, hogy mi volt a előterjesztéssel kapcsolatban. Na, százados, nyugodtan foglalj helyet addig, mert ha kérdés lesz, akkor úgyis megfogalmazzák a képviselők. Jó? Mindegyik település üzemeltetés látta. Köszönettel vette az anyagot, illetve elfogadtam. Köszönöm szépen. Képviselőknek akkor ezek szerint. Alpogámester? Én kérdésre azért nem értem, mert megerősíteném századosnak a mondatait, hogy nagyon jó az együttműködés, és jó napra kész információs rendszerre rendelkezünk, ami személyes módon is megtörtént, nem csak a hivatalos formában, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. És megerősíteném azt a gondolatot, hogy ezt a szintet fent kell tartani, és ezt a szintet fenntartani sokkal nehezebb, mint javítani az eredményeken. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt több olyan pont is felmerült a bemutatón és az előadásban, amit meg kellene szívlennünk. Úgyhogy én már most javasolnám és előterjeszteném, most nem úgy hivatalra magad, amikor erre lehetőség adott, hogy a közterületnek a védelmi érdekében a közterületi kamerarendszer fejlesztést azt folytassuk, és itt gondolok olyanra, mint a kilátókörnyék és egyébként az új terület, amelyik most én azért nem olyan lefedett, mint amennyire szükséges lenne, és azt hiszem, hogy az a utazó bűnözőknek a felderítése az azt nagyon megmutatta, hogy ez milyen jó hatékonysággal fog, vagy tud működni, és azt hiszem, hogy ott is az mutatkozott meg, hogy itt nem csak az, hogy a területtel, tehát itt Algyővel milyen jó volt a kapcsolat, hanem az, hogy regionális szinten is hogy működtek a részinformációk, és abból állt össze egy egész információ, ami utána Budapesten tudtunk lecsapni azokra a bűnözőkre, akik Budapesten nem tudtak volna elfogni nélkülünk. Egy kicsit szerényen jegyezze meg a dolgokat. Ez a fontos a személyes kapcsolattartás, azt hiszem, bőmelyik a különböző negyedéves, féléves értekezeteken ezt tényleg minden szervet bevonva folyamatossá tenni. Nagyon jó információk vannak, és azt hiszem, az a napra készséget tesz, és az előrelátást az nagyon jó szolgálja. Ugyanakkor még azt szeretném jelezni, és én úgy gondolom, hogy abban fogunk erőlépni, hogy itt a prevenció a legfontosabb, a bűnmegelőzés. Ez úgy az iskolában, az ifjúságtér, nyugdíjasok, ez folyamatosan megy. Megköszönöm azokat az anyagokat, amiket kapunk a bűnmegelőzési tanástól, azokat folyamatosan fölrakjuk, onnan ez a lakosság fel azért elfogadásra talál, és valamilyen szinten azért megszívvelik azokat a jó tanácsokat. De azért majd nézzük és próbáljuk szondázni, mik azok a források, formulák, amik esetleg még ezeket tudják növelni. Amivel mi az önkormányzat tudunk még előre lenni, most tulajdonképpen ezt a beszámolót vártuk, hogy naprakész információk és statisztikai adatokkal rendelkezzünk. A bűnmegelőzési stratégiánkat meg kell újítanunk. Ezt én úgy gondolom, hogy fél éven belül meg fogjuk tenni, majd kérem kapitányunknak is a segítségét, hogy azokat, amik most ugye az előírások és amik a várvárások ezzel a anyaggal kapcsolatban, akkor azt meg tudjuk tenni, és tényleg egy olyan stratégiát tudjunk lerakni, ami hosszú távra tudja szolgálni Algyőnek az érdekeit. Én egy kicsit ugye rendpárti vagyok, mint néhány ember, és azért azt mondom, hogy a helyszíni bírság száma az nőtt. Vegyük a pozitív oldalt, ez azt jelenti, hogy a rendőri jelenlét is nőtt, mert ugye akkor van bírhelyszíni bírság, ha van rendőr. Nem esik jól, amikor az embert megbüntetik, de valahol azért ott van a rendőr, ott van a kontroll, és ott van az ellenőrzés, tehát ez azért erősíti a közbiztonságot és a szubjektív biztonságérzetet még a negatív mellékletek mellett is. Azért azt megjegyezném, hogy a közlekedési területen azért nem mindig annyira rózsás a helyzet, mint ahogy látjuk, mert ez a két körforgalom, ez a személyi sérülés nélkül járó koccanásos és egyéb balesetek száma azért sokkal magasabb, mint amennyit itt látunk. Tehát ez a két körforgalom ezért rettenetes katasztrófa nálunk, tehát így mondom. Tehát nem tudom, azt hiszem mindannyian tudnánk mondani, aki családban kikoccan már ott. Nem tudom, mit lehet tenni, közúttal tárgyaltunk többször is.
amiket lehet megtesszük, de tényleg az a figyelem, de ez azért elég nehéz, tehát ez azért a statisztikát rontani, ha ezek is benne lennének. De meg azért most már volt két halálos baleset ugye ebben az évben is, tehát ez azért már nem lesz ennyire fényes, mint ahogy előtte raktuk, tehát azért ez a szakasz nem a legjobb közlekedés biztonsági szempontból, és azért most ezt így mondom, hogy nem biztos, hogy ez a 70 km vagy a 65 betartása miatt van, hanem a figyelmetlenség és az elsőbség meg nem adása főképpen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is a 2023-as munkát, és remélem, hogy itt 24-ben is olyan jó eredményeket tudunk közösen elérni. Köszönjük szépen, csak a pontosítás miatt nem a az új algyői kis körforgalomról beszél szerintem a polgármester úr, hanem a 47-et. Jó, csak ez nem hangzott el. Ja, mert hát itt nem is volt baleset, meg ez... Rendben, csak hogy hagyj védjen meg a kis pici körforgalmunkat, hogy nem ott szokott ez a óriási történet. Nem. Történő behajtás is. Rendben. Rendben, mondjuk még mindig jobb a helyzet, bocsánat, látom a kezed képesen. Mindig jobb a helyzet a két körforgalomban, mint a hídnál lévő kikanyarodás, mert az, én azt mondom, inkább ott is egy körforgalom lenne, jobban örülnénk neki, hogy csak kisebb koccanások lennének, mert a komoly balesetek azért azt a részt érintették szerintem, tehát az ott sokkal rosszabb, inkább két ilyen kis koccanásos körforgalom, mint az a hídnál történő kikanyarodás. Úgyhogy igen, köszönöm szépen, képviselő asszony. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a 24-es évben is töretlen a kapcsolat, szerintem a rendőrkapitányról. Szeretném megköszönni a rendőrkapitány úrnak és a százados úrnak a segítséget, amit két héttel ezelőtt a közlekedés biztonsági hétzárásaképpen rendőröket biztosított az óvodába, és megnézhették az óvodások a rendőrautót közelről, és hátul a kerékpáros forgalom a közlekedési pályánkon rendőrbácsi mondhatta el, hogy kell közlekedni szabályosan, és utána pedig a két kör, ami a faluban történt, az pedig nagy élményt nyújtott. Itt segítettek ugye a faluvédők is. Ezt a segítséget is önök révén tudtuk megkapni, mert hogy levették a vállunkról azt, hogy nekünk kell ezt megszervezni, hanem a százados úr megszervezte, és ott voltak mindannyian. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer a segítséget. Nagy élmény volt mindenkinek, úgyhogy a gyerekek azóta folyamatosan kerékpárra jönnek az óvodába, úgyhogy kerékpártárolót kell készítetnünk. Szuper, szuper, ez a cél. Meg kerékpár utakat, vagy lehetőséget. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is csak a lakosok nevében szeretném megköszönni a jelenlétet. A rendőrségnek, ugye tegnap volt Szent György nap, a rendőrség napja alkalmából, hogy tényleg sok mindenki köszönettel tartozunk meg egyre több, mert ugye szidni könnyebb. Ugye azt látjuk nap mint nap, ugye, hogy föl vannak háborodva, de azt tapasztaljuk itt is, meg a lakosságon is látszik, hogy a legtöbb gondot a sebesség túllépés okozza. Tehát, hogy ebbe kell előrelépéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bárkinek még hozzászólni valója, vagy bármi reakció, esetleg kapitány? Igen? Nem látom pontosan annyira. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, polgármester asszony. Polgármester azt mondta, hogy 10 órakor szeretnének végig. Feladtam. Megígérjük, nem ezek a kanyarok. Másfél két órás expozíciót készültem. Szerintem nagyon nehéz megszólalni olyankor, amikor, és ezt örömmel mondom, amikor a településnek az egyik vezetője lényegében be tud beszámolni, hiszen olyan szintű kapcsolatot tart a rendőrséggel, és ezt köszönjük szépen, mert Aldió vonatkozásában mindig azt tapasztaljuk, hogy együtt élnek a rendőrséggel és a közbiztonság gyerekében. Ez a település mindent megtesz. Én azt gondolom, hogy Aldió azért ennyire sikeres és azért ennyire biztonságos település, mert az itt élőket, az itt élő a dolgozókat érdekli a közbiztonság, és ezt tényleg nagyon köszönjük. Nem akarom ismételni a parancsnok urat, kétségtelen azok az intézkedések, amelyeket tettek a közbiztonság erősítés érdekében. Ezek nagyon fontosak voltak a mi cselekményeknek a felderítése szempontjából is. Tavaly azt mondtam, és emlékszem erre a mondatra, mert akkor is ott tud hivatalvezető asszony, hogy az évnek a nagy kihívás az online bűncselekmények lesznek. Meg kell ismételjem, ennek az évnek a még nagyobb kihívása az online térben elkövetett bűncselekmények. Látható, hogy ami egyrészt öröm, hogy nem a közterületen elkövetett bűncselekményeknek a száma növekszik, hanem az online térben. Ugyanakkor az online térben elkövetett bűncselekmények nagyon sok millió forintot tudják megszabadítani az embereket. Úgyhogy ebben nagyon sok tennivalónk van, főleg az időskorúak vonatkozásában, hiszen hiszékenyek, jóindulatúak és rendkívül módon vissza tudnak élni mindezzel. Ami a közlekedés biztonsági helyzetet illeti, igen, a polgármester úr, csak idézni tudom,
kettő halálos közlekedési baleset történt a 47-esen. Hivatalvezető asszonynak az orcára emlékszem, amikor tavaly azt mondtam, hogy a 47-esen fokozni kell a jelenlétet. Igen, a 47-esen fokozni kell tovább a rendőri jelenlétet, mert sajnos a szegmentesség keretében mind a kettő halálos baleset itt történt. Ha bár kétségtelen az irányváltoztatás és a kanyarodási szabályok, elsőségi szabályok rendkívül fontosak, de mind a kettő közlekedési balesetben a sebesség túllépés jelentős szerepet játszott. Én eddig nem voltam, megmondom őszintén, híve, hogy a korlátozásban mérjünk, de sajnos meg kell kezdeni a korlátozásban is a mérés. Most múlt héten volt egy speed maraton akció, 203 intézkedés volt ott néhány nap alatt, és azért azt hagyd mondjam el, hogy pont ugye, amit ön is említett, polgármesterül a Halászcserdánál lévő részen nem vagyunk annyira rossz indulatúak, hogy a 70-es táblát mérjük, a kollégáim a 90-es táblát mérik, de ettől függetlenül, amikor 169-en meg 189-en bírnak felhajtani a hídra, én azt gondolom, hogy jogos minden rendőr intézkedés ebben, úgyhogy ezt a idejében tovább fogjuk fokozni. Véletlenül nem csak a helyszíni bírságoknak a száma fog emiatt nőni, muszáj a 47-esnek a forgalmát meglassítani mindannyiunk biztonság érdekében. Nem is húznám tovább a szót, még egyszer köszönöm az együttműködést az intézményeknek, az önkormányzatnak, a képviselőknek, és ezt kérjük 2024-ben is, mi pedig hozzátesszük, amit hozzá tudunk tenni. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük, kapitány! Rendben, van-e még esetleg más? Amennyiben nincsen, a határozatjavaslat arról szól, hogy elfogadjuk a beszámolót, aki ezt tudja támogatni, kérem, akkor készfeltartással jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen! Kapitány úrnak, századosnak megköszönjük a jelenlétet. Nyilván, ha szívesen maradnak véghallgatni, 10 órára befejezzük-e, esetleg lemérni, akkor nagyon szívesen látjuk őket, de a vég én is köszönöm. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra. No. Menjünk tovább, még egy beszámoló a következő, kettes. Csongrád-Csonár Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023 évi beszámolója. A katasztrófavédelmi beszámoló elsősorban ugye megyei szinten készült el, tehát kevesebb az Algyőre vonatkozó konkrét adat benne. Összességében úgy gondolom, hogy olvasható, szerencsére ugyanúgy, mint a rendőrségi beszámoló esetében is, ezt el kell mondani, hogy egyébként az ilyen típusú reagálásnak sem volt túl nagy száma itt Algyő területén. Szerintem igazából nekünk ez a lényeg, ilyen esemény sem történt, folyamatosak a katasztrófavédelmi ülések, gyakorlatok és egyéb előkészületi munkák, tehát én úgy gondolom, maga a rendszer is szépen fölállt. Mi is folyamatosan részesei vagyunk mind a megyeinek, mind a nyilván itt az Algyőn érintő különböző gyakorlatoknak, úgyhogy szerintem a rendszer úgy, ahogy van, működik, reméljük, hogy nem is lesz olyan eset, ahol ezt komolyban kellene kipróbálni, mindenki ebben reménykedik, úgyhogy jó. Bizottságokat először hallgassuk meg a beszámolóról, ezt is a település üzemeltetési látta. A település üzemeltetési látta, átbeszélte és elfogadta a beszámolót. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, alpolmester úr, volt egy sejtésem? Igen, csak nagyon röviden annyit szeretnék kezdeni, hogy a megyei vezetését, ezt mondjuk teljesen jó adatok és nagyon megnyugtató. Amiben előre szeretnék lépni, az, hogy a önkéntes katasztrófa védelmi egységünket ugye felállítottuk, folyamatosan próbáljuk meg a képzéseket adni, és azt az ígéretet is felajánlást kaptuk, hogy a tagjainkat valamilyen szinten ebbe az évben megpróbáljuk a második fél évben olyan képzésekben is részesíteni, mint a helyben történő bármilyen kisebb katasztrófa helyzetekben tudunk segítséget adni, vagy a kiérkezési támogatást adni a lakosságnak. Remélem, ebbe tudunk erről elépni. Jelenben. Köszönöm szépen. Más, amiben nincs, és el tudjuk fogadni a beszámolót, kérem készfeltartásának, ha jelezzük. Egyhangú, köszönöm. Hármas. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2023 évi költségvetéséről szóló 6/2023 önkormányzati rendelet módosítása. Ugye itt még ilyenkor 2024-ben is történik módosítás, ez már az utolsó, ugye ez még az előző évnek a rendeletnek a módosítása. De mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a főösszeg is nyilván módosul, hiszen különböző pluszforrások, átcsoportosítások történtek. Itt ugye, amit talán lényeges, hogy 5.235.100
forint lesz a módosított előirányzat tervezet. Nyilván ezzel szemben a kiadás is ugyanennyivel áll, tehát ilyen értelemben ez egy emelkedés, hiszen 5.051.190.000 forintról módosult ez az összeg, tehát egy 180 millió forintos plusztétel kerül be így a módosítással a költségvetésünkbe. Erika, van-e bármi plusz megjegyzés? Jó, rendeletmódosítás mindenki, minden bizottság látta. Pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottság elfogadása javasolja az önkormányzati rendelet módosítását. Köszönöm szépen. Település üzemeltetés is támogatta a rendelet módosítását. Köszönöm, Humán úr. A bizottság is támogatja a rendelet módosítását. Köszönöm szépen. Van a képviselői kérdés? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni, kérem jelezzük. Egyhangú. Köszönöm. Hozzá kapcsolódik a 4-es egy picit, hiszen itt a Nagyon Nagyközség önkormányzat a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, illetve a pénzmaradvány elfogadása. Itt azért felhívom a figyelmet, hogy itt már még az előbb elfogadott módosításhoz képest is ugye már látható, hogy a főösszeg a legvégén ugye változni fog, ennek semmi más oka nincsen, hiszen még a módosítás során is ugye vannak olyan tételek, amik még nem kerültek bele, így ugye itt a főösszeg 5.413 milliárd, ugye ez a halmozódás mentes bevételi főösszeg, ugye ez is egy fontos különbség, de itt már a módosított jelenik meg, ugye ehhez képest is, a módosítotthoz képest is 103%-os teljesült tulajdonképpen a bevételi főösszegünk, ez nyilván nagyon jónak mondható. A pénzmaradványjal kapcsolatban pedig a pontos összeget ugye meg fogom találni, de ha segítesz nekem, Erika, az még igen, szerencsésebb lenne. Nem akarok már butaságot mondani, mert nagyjából emlékszem, de magát a pénzmaradványjal, igen, megvan. 2.714.791, ugye? Vagy még mindig, ez az átszámadással elfogadott. Igen, és... Ja, 1.639.000 az, ugye? Nem, az a, még mindig az, az nem. Előző akkor évi, és segítetek. Akkor az, akkor csak majdnem jól mondtam. Jó, akkor most mondom a jó összeget. 2.757.123 ezer forint. Ugye? Jól igen, mondtam. Oké, okay, tehát ez lesz a 24-re meg átvitt ugye pénzmaradvány összege. Igen. Így van. Jó, ez a két fontos információ volt, ez a másodikat kicsit lassan szedtük össze, de nagyjából fontos volt. Jó, már mit kiegészíteni való, Erika? Nincs annyi, hogy ugye a 2024 évi költségvetésben 2 milliárd, az volt az a 100, 2 milliárd 100 valamennyivel terveztünk, és akkor még a plusz 42 milliós összeget fejlesztési céltartalékba helyeztük. Ez annyiból jó, hogy tehát nem terveztük túl a pénzmaradványt a 24 évi költségvetésbe. Ez még egy plusz olyan tartalék, ami forrása lehet fejlesztéseknek, és ez az összeg, ez olyan tényleges pénz maradvány, ami a bankszámlán meglévő összeg, ami lekötésre került egy része ennek. Így van. Tehát ugye 2.714.791 volt, amit elfogadtunk az elszámadásnál, és akkor 2.757-re teljesült. Tehát ez e között van 42 millió forint különbség, ami ez plusz, és benne van a költségvetésünkben. Annyit gyorsan megjegyeznék még, mielőtt a bizottságokat hallgatjuk, hogy ezt a teljesítményt ugye úgy tudtuk, én azt gondolom, hogy úgy tudtuk itt most felmutatni, hiszen azért ez egy nagyon-nagyon jó szám, amit itt most hallottunk, nagyon szép számokat hallunk, és ezt azért fölhívom a figyelmét mindenkinek, hogy 2019 és 21 között Covid-járvány volt a 21-es költségvetésünkre, szerintem mindenki emlékszik, hogy ott milyen számokkal dolgoztunk, annak is az volt a köszönhető volt annak, hogy előtte már takarékossági intézkedéseket foganatosítottunk, és nyilván egy hatékonyabb működést próbáltunk elérni. Ez természetesen azért némi fájdalommal is járt, de ezt végig kellett csinálni, és most 2023-24-re azt lehet mondani, hogy olyan szépen teljesítettünk, és nem csak mi nyilván, hanem a körülöttünk lévő makrokörnyezet is úgy alakult, még a háború ellenére is, hogy ezt tudtuk produkálni. Azt gondolom, hogy ezt az eredményt, amit itt most elmondtunk, ezt annak fényében kell nézni, hogy nem egy
10 éves folyamatos növekvés, növekvő időszakon vagyunk túl, hanem ilyen igencsak nehéz időszakokkal terhelt évek voltak előttünk, és mégis ilyen a költségvetésünk, tehát én ezt úgy gondolom, hogy ez a képviselő testület és az önkormányzat és a hivatal ez büszkén mondhatja bárhol el, hogy így teljesítünk, és ez nagyon szép eredmény, úgyhogy én ezúttal is köszönöm mindenkinek a munkáját, ha csak a szavazatával is, vagy a tényleges munkájával, vagy a megértésével támogatta azt, hogy tényleg a 23-as évünk, és úgy néz ki, hogy a 24-es évünk is igencsak jónak mondható, hogyha nem bármi nagy krach be nem üt. Nyilván erre mindig számítanunk kell, ezt is azért hozzászoktam fűzni, de tény, hogy ezek nagyon szép számok. Jó, bizottságokat hallgassuk. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Köszönjük. Tűszintén elfogadása javasolja. Köszönöm. Humánügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja. Képviselői kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni, akkor a beszámolót és a pénzmaradványról szó volt. Köszönöm. Egyhangú. Ötös. Tájékoztató adja Nagyközség önkormányzata 2023 évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről. Az összefoglaló jelentésben igazából a megállapítások között tulajdonképpen semmi olyan dolog nincs a megállapítások között, ami ne azt mutatná, hogy igazából rendben van minden a belső ellenőrzés tekintve, tehát minden olyan dolog, minden olyan, ami már a tervben volt, illetve minden olyan dolog, amire fölhívta a különböző ellenőrzéseknél a figyelmet, a belső ellenőrzés, ezek mindig javításra kerültek, illetve pótlásra kerültek, úgyhogy nagyjából ez az összes ellenőrzésre vonatkozik, nem csak a hivatal, hanem a cégeink és az intézményeink esetében is, ez is egy nagyon előremutató dolog, úgyhogy jegyzőnek is ezúttal is köszönöm, hogy ilyen jól összefogta ezt a belső ellenőrzéssel kapcsolatos dolgokat, meg a nyilván minden munkatársnak. Jó, bizottság látta a pénzügyi gazdaságfejlesztését. Pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottság elfogadása javasolja a jelentés. Jelentés volt, igen, összefoglaló jelentés. Rendben. Van-e kérdés? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni, kérem készfeltartással, akkor jelezzük. Egyhangú. Köszönöm. Hatos. Tájékoztató adja Nagyközség önkormányzat a munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről. Itt is csak azt tudom elmondani, hogy alapvetően a nem állapított meg semmilyen fajta hiányosságot a belső ellenőrzés, tehát ez is egy nagyon jó dolog. Reméljük, hogy nyilván amikor még külső ellenőrzéseink lesznek, ott ezeket a pozitív dolgokat föl tudjuk majd használni. Pénzügyi gazdaságfejlesztési bizottság látta szintén az anyagot. A bizottság elfogadása javasolja ezt a jelentést is. Köszönöm szépen, van a kérdés. Amennyiben nincs is el tudjuk fogadni, jelezzük kérem. Egyhangú, köszönöm. Hetes, munkamegosztási megállapodás. Ugye volt már ehhez hasonló feladat. Mi volt annak a neve régenben? Nem munkamegosztási volt. Feladatellátási valami, igen. Nyilván most ezeknek a dokumentumokra hívta fel a figyelmet az ellenőrzés során a MÁK, ugye a Magyar Államkincstár, és erre kell nekünk most ugye reagálni, és ezeket a dokumentumokat úgymond frissíteni, illetve pótolni. Ez megtörtént, ugye másfél éve folyik már körülbelül a MÁK ellenőrzés, és ugye folyamatosan jönnek olyan kérések a részükről, amiket nekünk hivatalból, amire hivatalból reagálnunk kell, ez is egy ilyen ügy. A előterjesztést látta mindegyik bizottság. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Tűzszintén elfogadásra javasolja. Humánügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslat szerint. Köszönöm. Képviselői kérdés van-e? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni, kérem készfeltartással, akkor jelezzétek. Köszönöm szépen. Egyhangú. Gyermektáborosztatási alap felhasználására érkezett támogatási kérelmek elbírálása. 2.800.000 forint volt az a költségkeret, ez már az évi költségvetésben határoztuk ezt meg, ehhez képest a támogatási igény a táborosztatók részéről 2.750.000 forint, azaz a meghatározott kereten belül jöttek az előzetes igények,
Ugye hangsúlyozom, hogy itt a tavalyi évben ugye 1500 forint per fő per nap volt az az összeg, amit minden algyői gyermeket támogattunk, tehát nem a tábor támogattuk igazából, hanem a gyerekeket támogatjuk ilyenkor, a táborban résztvevő algyői gyerekeket. Ez, ennek a pontos létszáma, ugye itt ők egy maximális létszámot adtak meg, táborban résztvevő létszámot, ehhez számították ki nyilván a támogatási igényt, ez majd akkor véglegesedik, amikor a konkrét táborok befejeződtek és a konkrét igények beérkeztek. Most egyelőre ezt látjuk, nyilván lesznek olyan gyerekek a táborokban, akik esetleg nem algyőiek lesznek, ott nekik természetesen a támogatás ilyen formában nem tud kiutalásra kerülni. Lényeg a lényeg, ez volt ugye a tavalyi összeg, most is nyilván ez a, az elképzelés, erre került meghatározásra, ezen összeg alapján került meghatározásra a 2.750.000 forintos jelenlegi igényösszeg is. Jó, látta az anyagot, pénzügyi bizottság biztos. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel. Az egyes pontban valamennyi gyermektáborosztatási pályázat esetében egységesen 1500 forint per fő per nap összeggel támogatja 18 év alatti algyői lakcímmel rendelkező gyermeket táborosztatását. Rendben, és a humánügyi rendelés, látta? A humánügyi rendelőzettség milyen ezt a döntést hozta? Köszönöm, van-e? Képviselő? Egy javaslatot, bocsánat. No, döntést hoztatok, például. Van-e még egyéb kérdésjavaslat? Amennyiben nincs, és akkor a két bizottsági javaslat megegyezik, úgyhogy én ezt tenném föl, aki ezt tudja támogatni, kérem kész feltartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm. 9-es helyi és térségi turizmusfejlesztés algyöntárgyú közbeszerzési eljárás lezárása. Egyszerű, hát nem egyszerű történet, de egyszerű elmondani, egyfajta rendszer hiba miatt a turizmussal kapcsolatos közbeszerzésünk, amit már elindítottunk, már cégeket is láttunk, hogy igen sok cég jelentkezett a közbeszerzésünkre, és hát az utolsó pillanatban a rendszer egy olyan hibát vétett, ami leállította tulajdonképpen a közbeszerzést, illetve megnyitotta a győztes hirdetésnek a menetét, úgyhogy még nem volt beadott pályázat sem, de nem lehetett visszacsinálni, így aztán nagyjából az történt, hogy a rendszer önmagában lezárta és győztest hirdetett, ami nem volt, mert nem volt beadott pályázat. Ezért jelen pillanatban az egyetlen megoldás, amit javasoltak nekünk, hogy újra ezt a közbeszerzést ezt ugye le kell zárni, és egy új közbeszerzést kell indítanunk. Ez, ami nekünk mindenféleképpen fontos, vagy hát rossz, hogy megint időveszteségben vagyunk emiatt, de nincsen más megoldás, úgyhogy sajnos ezt a dolgot kell így elfogadnunk, és akkor, amint a képviselőtestületi határozat megvan, akkor természetesen a bírálóbizottság, a közbeszerzési bírálóbizottság újra összeül, és kiírjuk az új közbeszerzést, tehát nem tudunk jobbat ennél. Jó? Van-e? Bizottságok, látták? Aztán kérdés. Pénzügyi bizottság tudomású vett és elfogadása javasolja a határozati javaslatot. Tűzszintén a fogadása javasolja. Már ilyen bizottság is elfogadása javasolja. Azt szeretném kérdezni, hogy itt, amit felmerül, nem a mi hibánkból történt. Nem. Itt a költségeinket itt valamilyen szinten megtérítik? Vagy visszatérítették, ugye volt egy... Mennyi, mekkora volt? 80.000 fizetett az önkormányzat a hirdetmény feladásaidnak 90%-át térítik. Tehát visszautaltak. Igen, ez egy protokolljuk van, hogyha önként visszavontuk volna egyébként az eljárást, akkor 90% visszajár, így, hogy az ő hibája, akkor kellett így is csak a 90%-ot lesz. Jó, szóval ez. Én nem mennék perre, 8000 forintért, tehát most... A szerzési referensünk rosszabb újjártó 160.000 bukott rajtam, ezt nem tartta vissza. Igen. Úgyhogy ennyi a történet, hát... Nem tudunk mit csinálni, nyilván mi is ezt késztényként kellett kezeljünk, de itt most a megoldás a lényeg, hogy tudjuk ezt minél gyorsabban újraindítani a közbeszerzést, mert tényleg nagyon sok cég volt, már 13-nál jártunk, azt hiszem, akik érdeklődtek, tehát biztos vagyok benne, hogy kapunk ajánlatot, tehát sikeres lesz a közbeszerzés, de ahhoz meg kell, hogy ismételjük. Jó, van-e esetleg kérdés még az anyaggal kapcsolatban? Amivel nincs, és el tudjuk fogadni, akkor a határozati javaslatot kérem kész feltartásra. Jelezzük egy hangú. Köszönöm. 10-es.
A volt tűzoltó laktanya megvétele érdekében elővásárlási jog érvényesítése. Ugye itt már volt egyszer előttünk, nem is olyan rég, az előző képviselőtestületi ülésen, amikor is azt döntötte a képviselőtestület, hogy 50 milliós kerettel meghatalmaz, hogy a licitáláson ugye részt vegyek. 46.657.000 forintra meg is tettük az első árverési ajánlatunkat, azért, csak azért, mert akkor még nem volt ajánlat, és úgy gondoltuk, hogy nehogy véletlenül ajánlat nélkül menjen le a közbeszerzés, a maga a licitálás, mert akkor ugye az egész folyamat ott is ismétlődött volna. Ezt nem szerettük volna, úgyhogy megtettük a kikiáltási áron történő licitünket. Aztán a végén volt licit, ugyanis folyamatosan az utolsó 10 percben, ha jól néztük, két licitáló egymásról licitált, így aztán az lett ennek az eredménye, hogy 61.257.000 forinttal volt a legmagasabb licit érték, ugye ennyiért tulajdonképpen eladásra kerül az épület, mi a harmadik helyezést értük el ebben a licit versenyben, de azért voltunk nyugodtak, és ezt a múltkor is elmondtam, hiszen az önkormányzatnak elővásárlási joga van, és ezt az elővásárlási jogról való nyilatkozatot kéri most tőlünk a Nemzeti Vagyonkezelő, tegyük meg a nyilatkozatunkat, hogy élni kívánunk, nyilván ezen az áron 61.257.000 forintért élni kívánunk az elővásárlási jogunkkal, avagy nem, amennyiben igen, akkor velünk kötik meg a szerződést, azaz az önkormányzat ennyiért megveheti. Ez jelen pillanatban ugye az 50 milliós kerethez képest ugye 11.257.000-tel több, így azt kérnénk természetesen a testület, hogy ezt fontolja meg, hogy ebben az összegben, ezzel a 11.257.000 forintos összeggel kiegészíti-e a múltkori 50 milliót, és megvásároljuk-e a tűzoltó laktanyát. Érveket nyilván lehet mondani a pozitív döntés megalapozására, ha csak annyit mondok, hogy egyrészt az ipari parkban lévő közel 50, vagy még talán meg is haladó, 50-et meghaladó cégeknek a száma is mutatja azt, hogy egy olyan típusú szállásra biztos, hogy lenne igény. Ezt ugye már korábban egy céges találkozón is az ott lévő nagyobb cégekkel már beszéltük, és ők megerősítették, hogy igen, lenne rá igény, tehát akár ezt a típusú utat is követve az ingatlan hasznosítása, én úgy gondolom, hogy teljesen indokolt gazdaságfejlesztési vagy egyéb okok miatt. Ez az egyik út, amit azt gondolom, hogy főleg most, amikor itt Szeged térségében igen, mindenki óriási várakozással van, főleg az ilyen típusú szállásoknak az aránya is kezd már nőni, ezt látjuk és mutatják ki a különböző statisztikák, tehát még itt is van szerintem keresnivaló. Én úgy gondolom személy szerint, hogy igen, csak érdemes lenne megfontolni, de egyébként szerintem ez a 61 millió forint azért az épületért még akár, ha nem csinálunk vele semmit, akkor is értékben vagyunk még nagyon sok évig. Tehát ez az én meglátásom. Vannak érdeklődők is, tárgyaltam is már ez ügyben különböző érdeklődőkkel, úgyhogy erről még nem fog tudni beszámolni, nem is kívánok, de vannak komoly érdeklődések esetlegesen együttműködésre ezzel az épülettel kapcsolatban. Jó, ennyi, valamennyi bizottság látta. A pénzügyi bizottság azt a döntést hozta, hogy az önkormányzat elővásárlási jogával élve a megvásárlás mellett. Köszönöm szépen. A bizottság szintén a támogatóhatár névaslatot a elővásárlási jog. Gyakorlásról, aha. Humán ügyeni bizottság is ezt támogatja, és hogy a költségvetés fejlesztési céltartalék sorára biztosítsuk ezt az összeget. Így van. Jó, van-e kérdés, megjegyzés? Tessetlen. Nekem csak egy lábjegyzet, a Humán bizottságon is elmondtam a polgármesterrel egyetértésben, hogy ami Szegeden most történik, két nagyobb munkahelyteremtő beruházás, mindenféleképpen ezzel a fajta le nem írt, de szerintem gondolatban mindenki által sejtett stratégiába ez tökéletesen beleillik, hogy egy ilyen munkásszállószerű irányba elmenjen az önkormányzat, és valamilyen szinten, ha máshogy nem is, de legalább így rá tudjon csatlakozni ezekre a munkahelyteremtő beruházásokra, és mi is kivegyük a részünket, és
hasznosítsa vagy az ilyen ingatlanokat. Úgyhogy én mindenféleképpen ezt jeleztem is a bizottságén, hogy támogatom, mert biztos, hogy lesz rá óriási igény a következő 3-5 évben. Tessék parancsolni. Tehát elsősorban azt, hogy ez a gondolat is milyen fölmerül, egyáltalán munkásszálló lesz-e, vagy hogyha nem mi vennénk meg munkásszállót, csinálhatod, mivel hogy mi szándékozunk megvenni, tudjuk kontrollálni egyáltalán mi legyen ott, hogyha nagy Isten nem ipari övezethez kapcsolódó tevékenységet végeznek, nem szálló legyen, ott is meg tudjuk szabni, hogy milyen szintű munkásszálló legyen. Tehát nem mindegy, hogy persze, ha jönnek ide, nagy Isten, milyen, milyen réteg, milyen, kik jönnének. Tehát úgy gondolom, kontrollálni kell ezt a területet. Én vártam nyilván mára egy szándéknyilatkozatot, mert én, amit tárgyalásban voltam ezzel az épülettel kapcsolatban, előzetesen ott pont ugyanez volt a felvetés. Akivel együtt lehetne működni ebben a tárgyban, vagy aki egyetlen jelezte, hogy szívesen együtt működne, egyértelműen a magasabb szintű munkásszálló, tehát nem a tömegszállás, nem a konténerben 7-8-an, tehát semmiféleképpen, és ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzat azzal, hogy tulajdonos abszolút kontrollálni és meghatározni tudja, hogy milyen típusú szállást, milyen típusú vendégeket szeretne abba az épületbe fogadni. Szerintem ez nagyon fontos, és nyilván ezért is szerintem ez egy nagyon fontos cél lehet, hogy mi kontrolláljuk. Ez ugyanaz, mint a Tiszapartnak a ugye, úgymond átvétele egyfajta kezelésben, mind-mind az, hogy próbáljuk meg mi meghatározni, és ne az események után menjünk. Jó, de köszönöm, abszolút jó felvetés volt ez is. Bocsánat. Jó, igen. És még csak egy mondat, csak ezt itt hagyom a levegőbe, hogy figyelve így a HR-es tendenciákat, már szakma miatt mondom, szakmai általam, hogy lassan eljutunk arra a szintre, szerintem egy-két-három éven belül, de már most is végzünk, vagy végeznek a nagyobb cégek olyan kutatásokat, hogy milyen hatással van ez a két új nagy volumenű gyár itt Szegeden a régióra, és szerintem egy-két-három éven belül azt lehet ezekből a tanulmányokból kivenni, hogy simán ilyen pesti színvonal lesz, vagy pesti jellemzőkkel fog Szeged is bírni. Tehát mondjuk lakások terén már lassan ott tartunk, de a bérpiaci beállások is, tehát a... Azt már jobban vágjuk. Igen, az jó lehet majd a munkavállalóknak, meg a munkaerőnek, hogy pesti bérszínvonal lesz, meg bízunk benne, hogy a munkahelyek színvonala is majd felzárkózik egy magasabb szintre. Úgyhogy ezt most csak ilyen kis for your info mondtam. Köszönöm szépen. Más info? Igen. Nem tudom mennyire. Mindenki majd eldönti magába, hogy mennyire szeretne Pesti Szeged. Nem biztos, hogy olyan jó. Igen, nyilván. Nem minden szeretnénk Pestről. Na, ezt szerintem mindegy. De egy hitot elfogadnánk Szegedre. Szerintem a bérben megállapodnánk sokan, hogy nagyjából az a bérszínvonal, ezt úgy még jöhet. Hogy? Hidat? Nem a hidat mondta? Hidat. A hidat elfogadnánk. Igen, melyik a Lánchidat? Van, aki meg akarta venni, nem volt egy ilyen. Na jó. Oké, még szeretném hozzászólni? Ez a képviselőtársnak a végeztetéséhez, hogy azért a tárgyalásokat megkezdtük. Úgy a ipari parkkal, mint a környező vállalkozókkal, valamint a szegedi illetékességgel rendelkező vállalkozásokkal, érdekelt személyekkel és cégekkel, pont ez, hogy milyen formában tudjuk ezt a mi érdekében felhasználni. És az, amit csatlakoznék ugye ahhoz is, hogy maradjunk meg adjunk olyannak, amilyennek marad, viszont a hasznait húzza annak, amit lehet. Tehát ez most nem lesz egy egyszerű feladat, de elkezdtük ezt szervezni és csinálni. Abszolút. Jó. Akkor a bizottságok egyhangon elfogadták, támogatták. Aki tudja támogatni a határozati javaslat szerint, az előterjesztést kérem kész feltartással jelezze. Egyhangú, köszönöm. 11-es Kastélykert utca első szakaszának bekötő úttól a Téglás utcáig burkolat felújítása. Hát elérkeztünk arra a pontra, amikor elkészültek a tervek. Ugye erről már nagyon sokat beszéltünk, Kastélykert utca elejének a felújítása. És hát sokat is egyeztettünk képviselőtestületen belül is, tervezőkkel is, sőt a közútnál is jártunk,
ahol kaptunk ugye egyfajta, hogy mondjam, hiszen most jelen pillanatban ővéké a kezelés joga, a Magyar Közúté, ők is leírták a véleményüket a tervekkel kapcsolatban és az elképzeléssel kapcsolatban. Ugye két, melyik szakaszról van szó? Az új bekötő, tehát a bekötőjutunk a körforgalomtól, ameddig föl van újítva az aszfalt, onnan a nem felújított résztől egészen a Téglás utca kereszteződésig, ez egy elég hosszú szakat, 1070 méter, jól emlékszem? Bocsánat, 20 métert el, de a parkolóval együtt már belelógunk, úgyhogy jó vagyok. Tehát 1050 méter környéke, tehát egy hosszú szakasz, illetve a tervek tartalmaznak egy, hát mondjuk így, hogy egy leálló sávot a Téglás utcai kereszteződésben, a mostani parkoló, ugye a boltok előtt lévő parkolóval szembeni oldalon alakítanánk ki egy lehetőséget, amit most is használnak az autósok, de ez nyilván kulturált formában valósulna meg. Ezen túl, látva azt az igényt, hogy ott bizony elég forgalmas központi részről van szó. Ezt a két részt tartalmazza maga az anyag, és ugye ami lényeges, a maga az útfelújítás, út burkolatfelújításnak minősül, annyi, hogy fél-fél méterrel, azaz 7 méter szélesre bővítenénk az utat, szegélykővel, süllyesztett szegéllyel, nyilván bizonyos pontokon kiemeljük, ahol szükséges, de a technikai része ez, nem útépítés, ez útfelújítás, egy olyan felújítási technológiával, ami egységesebb alapot fog biztosítani ennek az útnak, tehát a remélhetőleg a élettartama az útnak meg fog növekedni. Amin volt nagy gondolkodás, ez a tulajdonképpen a forgalomtechnikai rész. Ugye itt a forgalomtechnikai részen igazából, hogy ezzel a 7 méteres úttal mit szeretnénk kezdeni. Egyértelmű cél, nem véletlenül készítettük el a kerékpáros stratégiánkat, Algyőn is egyértelmű célként jelenik meg, hogy a gépjármű forgalomnak a csökkentése településen belül az ilyen forgalomtechnikai megoldásokkal is elérhető legyen. Tehát közös érdekünk szerintem az, hogy egyre kevesebb autó közlekedjen településen belül, és más alternatív közlekedési módokat próbáljunk találni, ha boltba megyünk, vagy a fürdőbe, vagy jégpályára, vagy bárhova máshova a településen. És ennek az elősegítése, ugye ezen ment a gondolkodás, hogy ezt hogy tudjuk ezen a most már széles útszakaszon megtenni. Két javaslat merült föl, ugye előzetesen az egyik, ami igazából ezt a gondolatot annyira nem erősítette, vagy erősíti, ugye amikor így hagyjuk tulajdonképpen az utat, ahogy van, és nagyjából hagyunk egy lehetőséget a kerékpárosoknak, hogy egy jobb minőségű útszélen kerékpározzanak, de semmilyen fajta jelzést vagy védelmet nekik nem biztosítunk erre. És itt nem csak a kerékpárosokra gondolunk nyilván, hanem most én hogy mondjam így, az úgynevezett rokikocsikkal közlekedőkre, vagy éppen a rollerrel közlekedőkre, vagy bármilyen más alternatív módon közlekedőkre. A másik opció az volt, hogy nyitott kerékpársávot készítünk. Ugye ennek annyi volt a hátránya, annyi a hátránya jelen pillanatban, hogy ezzel a gépkocsik által használt út rész az nagyjából a mostaninak fog megfelelni, tehát nem lesz semmi változás, de ez azt jelentené, hogy szembeforgalomnál kerülgetni kellene a kerékpárosokat. Sok pozitívum dolog van, de én azt gondolom, hogy ez a legelőre mutatóbb javaslat egyébként, ez a nyitott kerékpársáv, mert ezzel tudjuk igazából védeni a kerékpárosokat, akik azért hozzáteszem zömében, gyerkőcök, idősebbek. Én megmondom őszintén, személy szerint e felé hajlanék, de azért, hogy egyfajta kompromisszumként, egyfajta kezdésként, inkább úgy mondom, hogy nézzük meg, hogy milyen lesz ez a dolog. Az egyik bizottsági ülésen, már nem emlékszem, azt mondom, a TÜV-ön jött egy javaslat, úgyhogy ezt én a képviselőtestület elé tárnám, mert meg is rajzoltattuk, illetve itt vannak, körbeadom, jó. A következőről lenne szó, ez a C-javaslat lenne, és én ezt is szeretném a határozati javaslatban módosításként akkor így bevinni,
hogy egyfajta kerékpáros, nem tudom erre, hogy ide is adok, meg oda is adok. Jó. Egyfajta kerékpáros fölfestés, kerékpáros nyom kerülne kialakításra. Ez inkább jelzésértékű, de mivel az utunk 7 méter széles, ez azt jelenteni, hogy a középső szaggatott vonal fölfestése megtörténne, az autósok nyilván emiatt a sárga jelző miatt talán nem az út szélére fognak kihúzódni, hanem inkább az út belseje fele fognak közlekedni, a kerékpárosoknak pedig lenne egy jelzés. Egyetlen baj van ezzel a dologgal, és ezt azért mondom, hogy szerintem nem ez az előremutató, de egy próbát, egy kísérletet, azt mondom, hogy egy kezdésnek ez nagyon jó, hogy ez kevésbé védi magukat a kerékpárosokat és az ott közlekedőket, mert ez nem egy védett sáv, hanem ez egy nagyjából egy nyitott jelzéssel ellátott rész. Ami biztos változás lesz a mostani úthoz képest, hogy most a kerékpárosokat kerülgetni kell, itt, hogyha figyelünk egymásra, akkor nem kell azért esetlegesen rájuk húzódni, megállni, mert ki kell kerülni a kerékpárost, erre bőven lesz hely. Jó, tehát ez most az új céljavaslat, a TÜV bizottság ezt tárgyalta, elég sokáig beszélgettünk erről, és ha ezt úgy láttuk, hogy a testületen belül is talán ez lenne az a kompromisszumos megoldás, amit így első körben mindenki tudna támogatni, benne azzal a lehetőséggel, hogyha később úgy gondoljuk, akkor akár a nyitott kerékpáros sáv is megvalósítható, tehát én azt gondolom, hogy ez lenne. Az is tény, és az is kérdésként fölmerült már, hogy ez a Kastélykert-Vásárhelyi utca teljes szakaszán kivitelezhető-e, azon fogunk dolgozni, és én abszolút látok rá a lehetőséget, hogy igen. Tehát ez a teljes főutcai szakaszon legalább egy ilyen megoldás kivitelezhető lenne, és szerintem ez nagyon nagy lépés lenne azért, hogy amit itt célként én megfogalmaztam a jövőben, hogy próbáljuk meg a ösztönözni az algyőjeket, saját magunkat is, hogy egyre többet használjuk a gépkocsi mentes eszközöket. Jó, tehát ez egy fontos dolog. Ennyi az exposém, de hogy ennyi volt, de ezt úgy éreztem, hogy el kell mondani. Arra küldtem? Igen. Akkor ez miért maradt nálam? Ja, már visszajött. Ez nagyon gyorsan körbeért. Jó van akkor. Akkor ezek szerint könnyű volt. Igen, így képileg azért könnyebb szerintem, hogy látjuk, hogy mit gondolunk. Egy picit egyébként csalóka, mert szerintem nem ennyire lenne közel a gépkocsi, tehát ennél szélesebb az út, de tehát annál szélesebb az út, de mert ez a mostani helyzet körülbelül, de hát azért egy méterre plusz még 25-25 centi patkával, tehát bőven lesz azért hely, nem ilyen szűkös, ami itt a képen látható. Jó, bizottságok látták az előterjesztést. TÜV mondja már, hogy nekem. Ja, először mondja a TÜV-i, rendben. Mondjából, igen. Neked mélyebb a hangod? Nem tudom, hogy nyilván ezen elvitatkoztunk, eltárgyalunk. Sokat. Ez egy olyan döntés, ami kezdésnek úgy gondolom nagyon jó. Tehát egy kerékpáros nyomvonal nyomfelfestés alkalmazásával készülne maga a kiszélesített útszakasz. Megmondom őszintén, annyira el voltunk itt a technikai részben, hogy a harmadik pontot nem döntöttük, a legjobb ára álltott ki. Szerintem délután a pénzügyire vittem be először. Igen, egyébként nem is kell róla dönteni, nem is kellene, de behoztam. Jó, akkor valószínűleg ezért nem döntöttünk volna. Igen, mert nem volt miről. A lényegében kerékpáros nyom felfestésével történne jó. Az út. Tehát egy C, az, amit C itt elmondtam. Igen. Jó. A többi bizottságot meghallgatjuk, de nyilván akkor még ezek nem vetődtek fel. A pénzügyi bizottság is elfogadásra javasolja, szintén a második és harmadik pontban az alábbi kiegészítéssel. A második pontban a bizottság javasolja egy 2/C pont felvételi kerékpárnyom megnevezéssel, és a harmadik pontban pedig a bizottság javasolja, hogy a közbeszerzési munkálatok elvégzésének megbízásáról a képviselőtestületen sem. Rendben, és akkor a humánügyi rend. Ti voltatok a leghátrányosabb helyzetben, akkor még nem volt ilyen. Hát mi mindenképpen elfogadjuk azt, hogy különítsünk el a beruházás lefolytatásához 350 millió forintot. A kettes pontban nem hoztunk döntést, ugye itt vártuk a szakmai bizottságnak a döntését. A harmadik pontban pedig a képviselőtestületre bíznánk azt a döntést, hogy kit bízzunk meg ezzel a feladattal, és a negyedik pontot pedig elfogadjuk. Köszönöm szépen. A harmadik pontra egyébként nem lenne szükség, de akkor én is azt gondolom, hogy teljesen tiszta dolog lesz így, hogy a árajánlatok beérkeztek,
alatta van, a polgármesteri hatáskörben is tudtam volna dönteni, de akkor így tájékoztatok benneteket róla. Így tudunk határozatot hozni, be tudjuk írni, ha elfogadja a testület. Igaz? Három árajánlat érkezett be a közbeszerzésnek a lefolytatására. A legjobb árajánlatot... Eltűnt? Az előbb még a hátulján. Igen, a másik oldalon. Mondtam, hogy nekem nincs hátulján. Köszönöm szépen. Igen, a legjobb árajánlatot bruttó 876.300 forintért dr. Nagy Mihály Tamás adta. A két másik árajánlat itt találtatott, meg lehet nézni, ha valakit érdekel, de mind a kettő magasabb összegről szól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor ezzel az összeggel és ezzel a névvel, tehát dr. Nagy Mihály, Nagy Mihály ügyvédi iroda egész pontosan a cég neve, ő lenne a közbeszerzési eljárásnak a lefolytatója. Hogyha ezt így el tudjátok ilyen tájékoztatás formájában fogadni, akkor ezt a hármas pontot is meg tudjuk szavazni. Egyébként mondom, nem kell remélem, mert ez nem az a keretösszeg, nem férne bele, de így akkor biztos, ami biztos, ha már bele. Nem tudtuk, hogy mennyi lesz, úgyhogy biztos, ami biztos, behoztuk a hármas pontba. Van-e kérdés még az anyaggal kapcsolatban? Tessék. Csak egy mondat, kettő, a pénzügyi bizottságon is beszéltünk erről, hogy már, hogyha most valami szakaszon kerékpározik, azért az út minősége a forgalomhoz képest ez a fajta fejlesztés, hogy egyrészt bővítve lesz, vagy szélesítve lesz, jó minőségű aszfalt kerül rá, már szerintem egy biztonsági pluszt ad a kerékpáros közlekedéshez is. Egyértelműen az autós forgalomnak is a márkátyúmentes, jó minőségű aszfalthoz hozzá fog járulni. Úgyhogy a TÜV bizottság részéről ez a nyomvonal felfestés meg szerintem egy pozitív. És akkor ezzel egy olyan megállapodás születik, amivel a kerékpárosok is nagyobb védettséget kapnak, és talán akkor szépen lassan, fokozatosan körbeérve a településen körbe lehet majd kerékpározni. Úgyhogy csak ennyi lehet volna kiegészítés. Egyébként a nyitott kerékpársáv egy nagyon jó gondolat. Nekem itt az autósok és pont az, hogy azt látva, hogy a kereszt miként és hogyan tudják azért betartani, látjuk, hogy azért emiatt még mindig vannak balesetek, azonban ez most első körben egy jó megoldás, és utána még mindig lehet ezt tovább fejleszteni. Köszönöm. Rendben, még annyi lenne, és ezt is beszéltük már többször, de nekem még az lenne a javaslatom, a határozati javaslat kiegészítésére, hogy indítsuk el azt a folyamatot, amivel a önkormányzat ezt a szakaszát a Kastélykert utcának átveszi tulajdonba. Ugye itt már csak az úttest és a hozzá kapcsolódó 50-50 cent, vagy nem tudom hány centis patka az, ami a állami tulajdonban van. A többit már átvettük ugye egy másik mozzanatban. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy felújítjuk, vegyük is át, legyen a mi kezelésünkben, mi foglalkozzunk vele, indítsuk el ezt a folyamatot, csak erre a szakaszra egyelőre, azt, hogy haladunk tovább, majd szép fokozatosan meglátjuk. Jegyző úr? Igen, csak mi a zökénykedvéért is, hogy pontos... Ezért kérlek, ezért mondom. Igen, tehát hogy azt a felújítással érintett részt majd eljelezi számot, pontosan megjelöljük. Ingyenes tulajdonba vételét kezdeményezne az önkormányzat, az MÖTV 13 első bekezdése, második pontja a településüzemeltetés, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása pontra tekintettel, a 18-as pontra tekintettel, ami a helyi közösségi közlekedés biztosítása. Erre a két pontra hivatkozással kérnek az ingyenes tulajdonbaadást. Jó. És indítsuk akkor ezt a folyamatot el, mert mire végzünk a felújításra, szerintem közelébe kerülünk a megoldáshoz. 1000 per 2. Hát örülnek neki. Szerintem örülni fognak neki, hogy nem a kátyúzásra kell nekik minden télen, meg hát biztos vagyok benne. De így a részletekbe történő átadás az is. Ezt most szerintem kénytelnek elfogadni, szerintem mindennek örülnek, ami nem az, ami most van. Ami nem az ő felelőtt. Jeleztük nekik, azt mondták, hogy igen szívesen fogadják a megkeresést. Jó, van-e még módosítás esetleg a határozati javaslathoz? Akkor ezekkel a kiegészítésekkel, amiket most itt mondtunk, illetve megjelöltük a pontozott vonalra, akkor a közbeszerzésre megbízottad és az összeget, ezekkel a kiegészítésekkel és a C változattal, aki tudja támogatni a teljes határozati javaslatot, kérem készfeltartásra, akkor jelezze. Köszönöm egyhangú. 12-es. Járda felújítás a Géza utca páratlan oldalán, jól olvasnak.
Tavaly is vártunk, már idén is vártunk arra, és ugye a fejlesztési koncepcióban is meghatároztuk, hogy járda felújításra 20 millió forintot különítünk el, és 20 millió forintot várnánk arra, hogy a belügyminisztériumnál a szokásos éves pályázat megjelenik, és beadjuk, és remélhetőleg meg is nyerjük. Ez a belügyminisztériumi pályázat az elmúlt évben nem jelent meg, és idáig sem látjuk a jelét, hogy megjelenne. És ezért javasoljuk azt fölmérve, árajánlatot kérve a Gyeviép NKFT-től, hogy a 20 millió forintos eleve a költségvetési koncepcióban is jelzett összeget most már ne várjunk a pályázatra, hanem saját forrásból ezt a 20 millió forintot egészítsük ki, és induljon el. Ugye a koncepciónk az eddigi években az volt, hogy a forgalmasabb utcáknak a járdáit mind a két oldalán rendbehozzuk. Három járda van, igazából két utca van még, ami úgy gondolom, hogy várat magára. A Kosárfonó utca két oldala, illetve a Géza utcának ez a páratlan oldala. A többi utcát pedig majd utána nézzük meg, hogy hol indokolt és hol nem, de ezek voltak a kiemelt utcáink, a legforgalmasabb útjaink. Itt érdemes járdát építeni, a többinél természetesen, ha az idő úgy kívánja, hogy oda jutunk, akkor természetesen ott is lesz majd fejlesztés. Ugye ez a javaslatunk, 28.036.393 forint összegben kaptunk ajánlatot a Géza utca felújítására, járda felújítására, tehát magyarul ez az összeg az, ami most jelen pillanatban konkrétan megjelenik. Jó, András Pancsa? Módosító javaslat mondaná, hogyha még a bizottsági terület szabad. Időközben jöttek olyan járda felújítási igények, ami lehet, hogy szükségesíteni azt, hogy egy keretet képezzünk ezen felül olyan járda felújításra, ami évközben felmerül, hogy esetleg javaslatként a jelenleg költségvetésben 20 plusz 20 millió forintot egy összegben 40 millió forintos járdafelújítási keretnek meghatározni, és a fennmaradó így most 12 millió forint környéki összeget pedig a TÜV bizottságnak esetleg kiadni, hogy az alapján döntessenek arról, hogy hova használjuk. Nyilván, ha az összeghatár elég a testületi értéket, akkor úgyis behozzuk, de ha kisebb járdafelújítások vannak, akkor ne kelljen esetleg megint testületet megkérni, képezni a keretet, tehát a 20-20 millióból legyen egy összegű 40 milliós keret. Kezelhető, Gerika? Rendben. Jó, nézzük a bizottságokat először. A pénzügyi bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. Rendben. A bizottság szintén támogatja természetesen. Már egy bizottság is támogatja a javaslatot. Rendben, akkor annyi lenne akkor a módosítását az javaslatban, akkor én Andrással is abszolút egyetűbök érteni, mert látom, hogy jönnek be igények, ilyen rövidebb szakaszoknak felújítására, tehát járda felújításra, hogy akkor legyen már tényleg egy keret, és a TÜV bizottság akkor tud ezzel kapcsolatban folyamatosan esetleg dönteni, és akkor az annyi lenne a módosítási javaslat, hogy nem 8.036.393 forinttal egészítenénk ki, hanem akkor 20 millió forinttal egészítenénk ki, és ebből nyilván jóvá hagynánk akkor a javaslatban, hogy ez a 28.036.393 forint összegben pedig a Géza utca páratlan oldala induljon el a felújítást, tehát akkor én így módosítanám a határozati javaslat, ez lenne a javaslat. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, akkor úgy vélem, hogy talán tudjuk támogatni. Tehát akkor ezzel a módosítással, aki tudja támogatni a határozati javaslatot, ezt kérem készfeltartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. Igen. Akkor sajnálom, elkiabáltam, de már nincs olyan sok, úgyhogy mi is végzünk nem soká. Köszönjük szépen, szia. 13-as napirendi pont, Algyő belterület Búvár utca 1647 helyzetszámú ingatlan bérbeadása. Múltkori képviselő testületi ülésen kaptam felhatalmazást arra a testülettől, hogy 3,5 millió érték határig tegyek ajánlatot a Búvár utca és a Téglás utca kereszteződésében lévő helyiség megvételére. Akkor elmondtam az indokaimat, hogy miért gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes lenne egy próbát tenni. És itt most ugye azt tudom mondani a képviselőtestületnek, vagy beszámolni róla, hogy a jelenlegi tulajdonos elfogadta a 3,5 millió forintos ajánlatot, azaz vele megkötésre fog kerülni, még nem került megkötésre, de megkötésre fog kerülni adásvételi szerződés.
De azért, hogy ne húzzuk az időt, és tényleg el tudjuk indítani a folyamatot, már most egy pályázati hirdetményt is láttuk az anyaghoz csatolva, ami arról szól, hogy hirdessük is meg ezt a bizonyos ingatlant bérbeadásra, és ugye ez volt igazából a fő célja az előterjesztésnek. Megadtuk az adatokat. Annyit tudok gyorsan hirtelen mondani, hogy, és ez bizottságüléseken is fölmerült, már nem tudom melyiken vagy melyikeken, a tüfön biztos, hogy, hogy ez itt meghatározott 30,96 négyzetméter, ez ugye valóságban, majd úgy mondom, hogy a hasznos alapterület az 22 négyzetméter, tehát nyilván majd ezt így kell kalkulálni, akkor amikor a pályázati hirdetményt is kiírjuk, de szerintem abban már ez van benne előzetesen, csak itt a félreértések elkülönése véget mondtam ezt a két számot. Jó, nézzük, hogy mit mondtak a bizottságok. A pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottság elfogadása javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, vagyis hát az A változatát, és az első pontban az alábbi kiegészítésekkel élne. A bérleti díj időtartalma az határozatlan idejű lenne, a bérleti díjat pedig 3500 forint hó per négyzetméterre határozza meg. Rendben. TÜV? TÜV bizottság lényege ugyanezt határozta, 3500 forint és határozatlan idő. Megközölték akkor a bizottságok nagyjából a két tudott dolgot, igen? A Márhagyrendi Bizottság is ugyanezt a döntést hozta, határozatlan idő is 3500 forint per hó. Rendben. Ja, és a bérleti díj mértéke évente az infláció mértéke. Az a szerződés, igen, most már így írjuk a szerződéseket, hogy ez benne szokott lenni, de köszönjük szépen. Jó, van esetleg kérdés még? Akkor ezek szerint a bizottságok is hasonlóan gondolkodtak, úgyhogy ezzel a kiegészítések, amik a bizottságok hoztak, ezzel, aki el tudja fogadni, vagy ezekkel, aki el tudja fogadni a módosítást, vagy a hatásjavaslatot, azt kérem készülettartásra. Jelezze egy hangunk. 15-ös, nem, még csak a 14-es. Algyő 0-15, 16 helyezési számú ingatlan megosztása, tulajdonjog átadása. Ez egy, az ingatlan, amit sokáig nem is tudtunk, hogy a miénk. De aztán kiderült, hogy a Batidai hídról van szó, arról a csatornán átvezető hídról, és most jelen pillanatban egyrészt a határozati javaslat szerint a térítésmentes átadását szeretné kérni a magyar állam, és a Magyar Közút vagyonkezelésébe szeretné adni ezt a hidat. Ez a mi tulajdonunkban van jelen pillanatban. Én úgy gondolom, hogy az átadás, az ingyenes átadás igazából nem lenne akadály, hiszen a közútnak a beszámolója szerint, és itt ugye csatoltuk is, olyan állapotban van a híd, hogy ezt mindenféleképpen föl kell újítani. Mi erre valószínű, hogy nem képeznénk keretet a költségvetésünkben, hogy erre a hídra mi költsünk. Úgyhogy nagy szükségünk, úgy gondolom, hogy az algyői lakosoknak kevésbé van prioritásként föltüntetve ennek a hídnak a felújítása. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek nincs akadálya. Azt azért nem bírom ki, hogy ne jegyezzem meg, hogy hát mi kértük a laktanyát is ingyenes átadásra, azt nem kaptuk meg. Úgyhogy most jó fejkedünk, mert mi meg odaadjuk ingyen, de nyilván ezt majd azért jelezzük is, hogy jó lett volna ez. A laktanya is már rég elintéződött volna, hogyha akkor az ingyenes átadást támogatja a nemzeti vagyonkezelő, de ez akkor nem történt meg. Nyilván nem tudjuk, mennyibe kerül egy híd. Sokba. De jelen pillanatban nyilván ez a kérés, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet támogatni, de mindjárt megnézzük, hogy a... Utat kapunk, úgyhogy ezt... Utat? Hát mi is kérjük az utatban, de kastély kertet ingyenesen. Igen, mi már fő... Igen, igen, köszi, tényleg igaz. Igen, tessék, Pancsony András, még nem... Szeretném kiegészíteni, hogy nem csak kifejezetten a hídról van szó, hanem a híd mellett is van egy olyan önkormányzati út, helyrajzi szám, mert megjelölés ingatlan, amit most kihasítanának egy pici részt, hogy egy ideiglenes hidat tudjanak építeni a híd felújításának erejéig, és ezt az út, ezt a kicsi helyrajzi számot szeretnék most megosztással és ingyenes átadással kérni. Tehát lesz egy ideiglenes híd, és annak a területét most elkívül. Így? Rendben. Jó, nézzük a bizottságot. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a határozati javaslatot. Az első pontban az alábbi kiegészítése. A bizottság támogatja az ingatlan megosztását.
Köszönöm. Tűzse. Elrontolja semmi jónak, így támogatja. Köszönjük szépen. Humán Ügyelő Bizottság is támogatja. Köszönjük szépen. Reméljük azért ki tudjuk járni, hogy a Farkerét felé vezető út, és mondjuk a Batidai hídig vezető út, ami szintén állami tulajdonban van, és nem önkormányzat, az is egyszer talán felújításra kerülne, mert az autópályától aránylag jó most a részben, az is sokat romlott az utóbbi 3 évben, mióta felújították, de talán egyszer az is sorra kerül, mert hát az már inkább a háborús helyzeteket mutat az az út, mint sem közútra jellemző tulajdonságokat. Na, lényeg, van-e még kérdés? Ha nincs és alternatív javaslatot, akkor ezt szerint el tudjuk fogadni, tehát, hogy támogatjuk az átadást, kérem készfeltartásra, akkor jelezzük. Köszönöm szépen. Majd az avatóra, hát ha meghívnak. Rendben. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, társulási megállapodás jóváhagyása. Azért van szükség a megállapodásnak a jóváhagyására, mert az előző megállapodást az önkormányzatok, tagönkormányzatok hatályon kívül helyezték, elkészült az új társulási megállapodás, ezt kellene elfogadnunk. A hulladékgazdálkodás terén azért igen nagy, jelentős változások vannak az utóbbi időszakban, ezt próbálja lekövetni részben a társulási megállapodás, ezért kell most ezzel nekünk foglalkozni. Mindegyik bizottság látta. A pénzügyi bizottság elfogadása javaslója határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Szintén elfogadása javaslója. Köszönöm szépen. Már igen, bizottság is elfogadása javaslója. Tudjuk-e támogatni akkor? Egyhangú, köszönöm szépen. 16-os a Veolia Energia Magyarország ZRT távhőszolgáltatási üzletszabályzatának jóváhagyása. Rég volt már előttünk ez az üzletszabályzat, így aztán tudom, hogy volt olyan kérdés, hogy mi volt a módosítás. Ezt csak tudom mutatni, hogy jelen pillanati tudásunk szerint ez. Tehát, hogy nem fogunk tudni pontokra hivatkozni, mert olyan régi üzletszabályzatunk van, hogy arra meg már nem érdemes hivatkozni, tehát nagyjából úgy lehet tekinteni, mintha egy új üzletszabályzat lenne, de nyilván ez nem így van, ez egy módosítás, de hát én szerintem elég velős, gondolom, hogy sok minden benne valami szükséges és törvényileg jelen pillanatban kért egy ilyen anyagban. Valamennyi bizottság látta? A pénzügyi bizottság módosítási javaslat nélkül elfogadja az üzletszabályzatot. Köszönöm. Szintén elfogadjuk. Már minden bizottság is módosítási javaslat nélkül fogadta el. Köszönöm szépen. Tini, esetleg kiegészítés? Nincsen. Köszönöm. Van-e képviselői kérdés? El tudjuk-e fogadni? Igen, köszönöm szépen, egyhangú. Jelentés a képviselő testület határozatainak végrehajtásáról. Szerintem egyértelmű, bekerültek azok az anyagok, amiknek el kellett kerülni, vagy jegyző úr, van valami kiegészítő. Az iskola az nem került ilyen továbbra sem. Most választ se kaptam. Még választ se kaptunk. Hát. Mi az okoda? Rendben. Tehát akkor az iskolától nem kaptuk meg szintén a beszámolót, szokás szerint, de mindegy. Nem tudom, meddig próbálkozunk, de egyszer csak, nem tudom. Végül is nem kerül sokba, csak egy e-mailbe, de rendben. Jó, Humán Ügyrendi Bizottság látta az anyagot. A bizottság elfogadásra, előterjesztés szerinti elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen. Van-e képviselői kérdés? Amennyiben nincs, és el tudjuk fogadni, kérem készfeltartásra jelezzük. Egyhangú. Ide vettük föl a letett anyagot. Gyorsan elmondom röviden, hogy miről van szó. Ugye biztos sokan emlékeznek rá, hogy 2022. decemberében volt először, amikor az akkora a rezsi áraknak a elszabadulása történt, és akkor gondoltuk úgy, hogy valami fajta támogatást fogunk tudni adni elsősorban az idősebb lakosainknak. Akkor ugye 10 000 forint támogatást tudtunk adni. Elmondtam a bevezetőben az indokokat, most ugye március végén, április elején szokott kiderülni az, hogy az ez évi adófeltöltések első része, hogy alakul. Ebből azt láttuk, hogy visszaesés igazából a tavalyi évhez képest túl nagy visszaesés nem látható, ezért aztán felvettük a kapcsolatot, nem akarok zsákba macskát árulni a szegedi önkormányzattal, hiszen Szegeden működik egy hasonló rendszer. Az előző ilyen támogatásunknak a
a javítása volt a cél, hogy esetlegesen hogy tudjuk még rugalmasabbá tenni, és azt is el tudom mondani, hogy egy kicsit azzá is tettük, hiszen a múltkorihoz képest egy picit bővítenénk azt a kört, aki ebben a támogatásban részesülhetne. Egész pontosan ezt hagyd mondjam el, mert nyilván mindenkinek akkor itt talán tiszta lesz, hogy kik lennének azok, akik a támogatást megkapnák. Tehát egyrészt az időskorúak, ez annyit jelentene, hogy tehát április 30-a napjáig a 65. életévét betöltött, és időskorúak támogatására jogosult algyői bejelentett lakcímmel rendelkezők, ők megkapnák ezt a támogatást, és kiegészítenénk, tehát alanyi jogon kapnák meg, ez egy nagyon fontos dolog, illetve kiegészítenénk azzal, és itt a második támogatotti kör lenne azon algyői bejelentett lakóhelyen rendelkező személyek, akik április 30-áig napjáig az időskorúak járadékában, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, rokkantsági járadékban, vagy egészségkárosodásra tekintettel egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülnek. Tehát ez lenne az a kör, aki most úgymond kiegész. Erre voltak is jelzések, voltak is olyan kérések, hogy esetlegesen, ha lesz még egyszer ilyen, akkor fontoljuk meg. És igazából tényleg a szegedi hasonló rendeletet vennénk át, tehát igazából nagy különbség nem lesz a kettő között, legalábbis ebben a formában. Jó, Érző úr, elmondtam a legfontosabbakat? Jó, ugye a múltkori, a 2022-es évben ugye 10.000 forint volt ez a bizonyos támogatás, nyilván kipontoztuk a részt, úgyhogy majd erről kell döntenünk. Jó képviselőknek van-e? Tessék meg. Teljesen egyetértek a határozott javaslatait a rendelet módosításával. Talán a legkiszolgáltatottabb réteg lenne megcélozva ezzel a támogatással, és én, amit látok, az inflációs adatok, illetve amit mindenki tapasztal, meg nagyjából ki ebben a rétegben mozog, illetve a költségvetés helyzetét, én 15 000 forint módosítás javaslom. Tehát 10.000 forint helyett. 15.000. Jó. Annyit még egyszer, elfelejtettem mondani, hogy most nyilván az indok már nem, azt gondolom egyetemben az infláció lenne az indok. Tehát itt tudtunk segíteni nyilván a dolgozóinknak, cégek dolgozóinak, tehát itt mindenkinek ugye ez volt, itt most egy picit ezt kiterjesztjük, ezt a fajta segítséget. Volt már ilyen, tehát nem egy újdonságról van szó, technikailag meg tudjuk oldani. Képviselő asszony, tessék, parancsoljon. Szintén a 15.000 forintot támogatnám, ugyanez jutott eszembe, hogy kétszeri 15.000. Nyilván azért is pontoztuk ki, mert gondoltam, hogy én is ezt javasoltam volna, de így örülök neki, hogy a képviselőtársaim javasolják ezt a 15.000 forintot. Jó? Tessék. És itt a változtatás miatt csak itt látok egy keretösszeget, hogy bele fogunk férni, vagy megemeljük esetleg 10-ről 15-re, de a 15 millió forintra gondolok. Uh-huh. Nem tudom, hogy az mennyi volt mondjuk az előző évben. Hogy nem esetleg... Emelhetünk szerintem is. Tartalék van, tehát ami nem használunk föl nyilván, az nem fog... A szociális keretösszegeken belül tudunk átcsoportosítani, de a biztonság kedvéért lehet. Akkor javaslom, hogy 20 millió forintra, akkor emeljük meg, és akkor az biztos, hogy belefér. Jó? Akkor ez... Mindig volt megtakarítás. Volt. Ugye most is hozunk át. Én is azt gondolom, ezt köszönöm, ez is jó javaslat, hogy 20 millió forintra, akkor egészítsük ki. Jó? Tessék. Bocsánat, én nekem csak egy technikai kérdésem, de csatlakozom a képviselőtársakhoz, mert hogyha a szociális védőhálónkat bővítjük, az én úgy gondolom, hogy külön magyarázatban nem is gondolnám, hogy szorulnia kellene egy ilyen javaslatnak, úgyhogy abszolút mellette vagyok. Annyi kérdésem lenne itt, ezt egy picit nem tudtam értelmezni, hogy amikor a legutóbb volt hasonló az a 10.000 forint a szépkorúaknak, akkor is volt egy ilyen, hogy alanyi jogon adjuk oda, de hogy 300 vagy 200.000 forint fölött, aki van, annak aztán méltányoltunk, hogy akkor most itt ilyen nincsen, tehát nem lesz ilyen... Értjük?
Tehát beadják a kérelmet, és nem kell, akkor nem is kell kérelmet. Nem kell kérelmet, tehát még egyszer. Annyi a könnyebbség, hogy nem kell kérelmet beadni, tehát erre vonatkozóan van adata az önkormányzatnak, hogy ki a 60 év fölött, április 30-a után, 65, igen, és tehát ezt le tudjuk kérni, és mi ezt hivatalból intézzük. Értem, jó. Tehát hogy ne kelljen kérelmet, csütörű, tehát jövedelmet, bármit. Annyit hagy pontosítsak, mert tényleg, hogy nehogy megint fals módon menjen ki esetleg információ. Ez a 65 év fölötti időskorúak támogatására, akik viszont a második csoportba esnek, tehát akik az egészségkárosodás miatt kapnak, nekik kérelmezniük kell majd, mert nyilván róluk adatunk nincsen. Tehát ezt nagyon fontos lesz majd hangsúlyozni, hogy az 65 év fölöttiek hivatalból alanyi jogon kapják, a másik csoport nekik kérelmezniük kell, de majd nyilván ezt az információt pontosan ki fogjuk tenni, mert róluk nem tudunk adatokat, hiszen ezt nem tudjuk lekérni, hogy ki milyen dologban részesül. Úgyhogy ennyi lesz a különbség, ezt technikailag nem lehet máshogy megoldani. Könnyítettünk nyilván a másik csoportnak, de ennyi lesz. És nekik ugye a kérem megvannak itt a dátumok is jelölve, hogy hogy és mint lehet kérelmezni, meddig kell kérelmezni. Ezeket természetesen tájékoztatjuk a lakosságot erről, hogy pontosan ez hogy és mint fog működni. Tessék? Még az a kérdés merült fel bennem, hogy az egészségkárosodottak között akkor a 65 év fölöttieket veszik figyelembe? Vagy nem, az korhatártól mentes. Ja. Igen. Tehát ott bárki, aki ebbe a tartozik. Nem, az is a szín. Igen. De nem vizsgáljuk egyébként. Jó. Bocsánat, már csak egy fél mondatig érem, hogy akkor fejlesztési céltartalék terhére, hogyha a polgármester nem haragszik meg, akkor én kérnék egy olyat, pusztán kíváncsiságból, tehát semmi olyan, hogy a Erika adna egy státuszt a képviselőknek, azt megköszönném, hogy állunk a fejlesztési céltartalékkal most. Mármint, hogy mennyit használtunk föl. Következő hónapban hoznánk a költségvetés módosítást. Tökéletes. Akkor nem is kíváncsi adat tovább. Oké, jó, köszönöm. És akkor pontos adat lesz, mert még ugye vannak folyamatban lévő fejlesztések és akkor kifizetések. Így van, hozunk is módosítást. Jó? Jó, akkor nincs több kérdés, akkor én javaslom, hogy ezekkel, amit elhangzottak módosítások, szerintem jegyzőkönyv is tudta kezelni, remélem, jó, meg jegyző úr is fölírta, úgyhogy akkor ezekkel a módosításokkal úgy láttam, hogy ez egységesen el tudjuk fogadni ezeket a javaslatokat, akkor aki ezekkel a módosításokkal el tudja fogadni a rendelet módosítást, azt kérem készfeltartásra, akkor jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, összeszedtük, hogy alpolgármester úr és jó magam milyen programokon, rendezvényeken, megbeszéléseken vettünk részt. Valamennyi bizottság látta. Pénzügyi bizottság tudomásul vesz és elfogadja a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Köszönöm, Humán. Nagyon szépen köszönöm. Van-e most kérdése bármelyik képviselőtársamnak esetleg bármivel kapcsolatban? Amennyiben nincs és el tudjuk fogadni, akkor kérem jelezzük készfeltartással. Egyhangú. Köszönöm szépen. Egyebekben vagyunk. Egy pár információt szeretnék megosztani. Nyilván képviselőtársaimmal is, illetve a lakossággal is. Egyrészt kérdezték már tőlem is, képviselőt is, de mások is, hogy a fürdőben ugye milyen munkálatok folynak jelen pillanatban. Ugye egyrészt két héttel ezelőtt a karbantartási, szokásos tavaszi karbantartási munkák végződtek. Ott annyi jó hír van, hogy és meghatároztuk ezt a 30 millió forintos keretösszeget, és a TÜV-bizottságnak a hadhatós segítségével olyan karbantartási munkákat is el tudtunk végezni, mint például a külső termálvizes medencének a fugázása, ami már évek óta folyamatos kérés volt. Nagyon szép lett, azt gondolom, hogy aki volt mostanában a fürdőben és használta a medencét, elmondhatja, hogy vagy ő is elmondhatja, hogy valóban tényleg szép munkát végeztek. Fokozatosan természetesen költenünk kell a medencéinknek az állapotára. A következő terv a benti élménymedencének a csempézése. Erre is már az előkészületek elindultak, úgyhogy nagyon remélem, hogy akár az idén, de lehet, hogy inkább lehet, hogy áthúzódik a következő, de ezt is meg fogjuk tenni. A másik, ami még folyik jelen pillanatban, ugye a kültéri nagymedencénknél garanciális javításokat végez a kivitelező. Egyrészt a
mostani karbantartásnál merült fel olyan hiba, aminek a föltárását elvégezték, egy csővezetéknek a összeillesztésénél keletkezett hézag, ezt már javítják, visszatemetik, és nyilván onnantól kezdve remélhetőleg ez funkciójában működni fog, illetve a másik munkálat az a burkolat, a külső csempe burkolatnak a javítása. Itt ugye olyan időszakban csempésztek, amikor voltak fagyok, próbálták ezt ugye megakadályozni sátorral és fűtéssel azon a területen, ahol éppen dolgoztak, de úgy tűnik, hogy ez nem volt megfelelő, így aztán azokat a csempéket felszedték, javítják, újra ragasztják, amik most így nem szakszerű, amit mondok, de kopogtak, úgyhogy elég ahhoz képest, nyilván a területhez képest azért aránylag nagyobb méretű területen kellett ezt javítani, de ezek után biztos vagyok benne, hogy jó lesz, és nem kell többet ezt javítani. Ez garanciális, tehát ezért nem kell pluszban fizetni, ez természetesen garanciális javítás, sok, amiket itt elmondtam. Folyik még fejlesztés a temetőben, illetve ott már az utolsókat rúgjuk a temető fejlesztéssel, hogy képzavarral is éljek egy picit. Nagyon szép lesz, és méltóságteljes, úgyhogy hát ezek után, amit mondták képviselő, hogy kihozza vissza a biciklit, én ezzel invitálok mindenkit pénteken 10 órára a temető átadójára, hiszen tényleg szép lett ott a ravatolózó előtti rész, a járda szakasz megújult teljes mértékben, és annyi meglepetést is mondtatok, hogy olyan dolog is megújul, amit nem annyira nem reklámoztunk, de látványos lesz. Jó, ezt nem is mondom el, mindenki jöjjön ki, ezt nézze meg. Jó, ez 10 óra péntek az átadó. A folyik elkezdődött a templom járdájának és ott az előterének az a felújítása. Ez már nagyon régóta várt beruházás, és 13 darab parkoló is készül a templomhoz. Nagyon szép lesz. Na, ennyit tudok mondani, úgyhogy reméljük, hogy ez is minden hamarabb elkészül, és mindenki nagy örömére lesz. Úgyhogy szerintem jó ütemben haladunk. Szúnyog. Még nem láttam, hogy olyan óriási nagy fölháborodás lenne, hogy szúnyogok vannak. Nyilván vannak, ezt mindenki érzékeli. Most egy picit ezen a héten az időjárás segített annyit, hogy nem volt meleg. De nyilván előbb-utóbb meleg lesz, és előbb-utóbb valószínű, hogy invázió is lesz. Megelőzendő terveink szerint ezen a héten is szerettünk volna írtani, ugye volt már egy biológiai gyérítés, valamennyit lehet, hogy az is az időjáráson kívül az is használt, de ugye nekünk megvan ez a GEVIEP által használt technológiánk, terveink szerint úgy volt, hogy ezen a héten fogunk, de most úgy tűnik, hogy nem indokolja egyelőre a helyzet, de arra számítunk, hogy jövő héten, ha jó idő lesz, akkor lehet, hogy el kell indítanunk a gépeket, úgyhogy mindenki számítson rá, nyilván tájékoztatni fogjuk a lakosságot, hogy mikor lesz szúnyoggyérítés a településen, de egyelőre én úgy látom, hogy a jövő hétnél előbb ez nem szükséges. Viszont volt egy ilyen, valamilyen újságcikket olvastam én magam is, és aztán aznap föl is hívták a figyelmemet többen is arra, hogy több település él azzal a lehetőséggel, hogy a lakosokat ebben a szúnyog harcban, csatában is támogatja, mégpedig ezekkel a szúnyog lárva írtó tablettáknak a lehetőségével, úgyhogy mi is úgy néz ki, hogy élnénk ezzel a lehetőséggel. A GEVIEP NKFT-n keresztül 250 darab, itt most be is tudom mutatni a kamerának, ilyen típusú szúnyoglárva írtó tablettát szeretnénk a lakosságnak ingyenesen juttatni. Nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy ezek a szúnyoglárva írtó tabletták, ezek a csapadékvíz gyűjtőkbe kell, tehát kerti tavakba nem érdemes, mert a szúnyogon kívül lehet, hogy az aranyhalak is lekerülnek a kívánságlistáról onnantól kezdve, tehát figyelni kell vele, tehát ez nem egy C-vitamin, úgyhogy, de nem veszélyes, de mindenben nem lehet berakni, de van egy tájékoztató, kell hozzá, lehet, hogy már sokaknak szemüveg, de van rajta tájékoztató, el lehet olvasni, hogy miben mennyit, hogy 10 darab tablette, ez 3000 köbméterre elég, azt hiszem
Liter. Hát köbméter mondjuk jó lenne, a medencébe beledobnánk, de, de nem. Tehát 3000, köszönöm a javítást, 3000. Csak annyit kérdezik, 250 darabot, 250 csomag? Vagy? Csomag, nem csomag. Tehát így adjuk csomagonként, nem, a, nem nyomjuk ki és nem tablettánként. Tehát csomagonként adjuk, 250 darabot rendeltünk első körben. Hogy lehet átvenni? Erről is megy ki tájékoztatás. A Gyeviép NKFT-nél lehet átvenni nyitvatartási időben, illetve a faluházban is át lehet venni nyitvatartási időben. Jó, nyilván mindenki egy háztartásba egyet fog tudni átvenni egyelőre, aztán meglátjuk, hogy milyenek az igények, de ez jövő héttől, tehát hétfőtől már ez rendelkezésre fog állni. Remélem, hát meglátjuk, hogy fog funkcionálni, de ezzel tudunk még segíteni a lakosságnak, és akkor így több eszközt is bevetünk a szúnyogok ellen. Aki tud, fecskéket is hozhat, de egyelőre azzal még nem állunk van túl jól, de hát majd próbálkozunk. Rendben. Bár fecske házakat nem is egyet telepítettünk már az elmúlt években, egyelőre még az emberek szívesebben költöznek Algyőre, mint a fecskék, de hát majd látjuk, hát ha ez is majd alakul. Jó, a másik, amit szerettem volna mondani, hogy jelezték a lakosok, és ezen nem is nagyon kellett jelezni, mert szerintem mi is hallottuk tegnap előtt, vagy még, azt hiszem még lehet, hogy az előtti napon elindult a vadriasztó a tiszántúli területeken. Én azt hittem csak a lelkes vadászok, de úgy 3-4 óra után már gondoltam, hogy talán nem ők azok. Lényeg, hogy jeleztük, annyi megoldás született, és köszönöm szépen ezúttal is az illetékeseknek, akik ezt érzékelték a reklamációnkat, hogy este 10 és hajnali 6 között úgy kértük, hogy ez, ha lehet, akkor ez szűnjön meg. Én azt látom, hogy azt érzékelem, hogy talán ez zömmel többé-kevésbé ez egyelőre működik, tehát ilyen értelemben nem fogja zavarni az algyai lakosoknak az éjszakai nyugalmát. Ha véletlen mégis változás történik az elmúlt két naphoz képest, akkor meg természetesen jelezzék. Egyébként mi is halljuk, tehát nem olyan nehéz meghallani. Jó, tehát ebben tudtunk még kisebb győzelmet aratni, de én nekem egyelőre ennyi. Illetve nagyon fontos, de lehet, hogy a polgármester két szónál többet fog róla mondani. Senki ne felejtse el, hogy hétvégén falunapok. Ugye már ma elkezdődik a falunapi program, úgyhogy mindenkit invitálok, képviselőtársaimat invitálok a falunapokra, az eseményekre, a rendezvényekre. Szerintem egy nívós, színvonalas falunapi program lesz. Érdemes lesz kijönni, a jó időt szervezem, úgyhogy meglátjuk, hogy meddig fogok tudni jutni. De tényleg legyünk minél többen, és hát mindenkinek majd jó szórakozást is fogunk kívánni. Jegyző úr, felén megyünk, nincs most semmi. Akkor egy pár szóval bővebben elmondva. Ugye nem fogod az összes programot, mert itt tudunk délig. A célt azt nagyon nem értük el. Egy maci kiállítás lesz, 17-re akkor lesz az átadás, ez ugye egy nagyon érdekes gyerekek mindenki számára, úgyhogy ide várjuk sok szeretettel mindenkit. Pénteken, 26-án már van. Apogámester úr, bocsáss meg, hogy szóval olyan jó programajánlót csináltam. Igaz, hogy 16 perc, de én annyibe tudtam elmondani a következő 3 napot. De ha végig szeretnéd mondani, nem fogok benne megakadályozni. Jó, tehát akkor felhívom mindenki figyelmét, hogy nézze meg polgármester úr programajánlóját, aki nem látta, az most nézze meg, és ott pár percben megtudják, hogy mi van. De azért jelezném, hogy 50 forintért korsósört nem lehet kapni máshol, csak április 26-án pénteken 18-22 óráig a Faluház kávézójában. Köszönjük szépen! Mégis legfontosabbat kiemelted a falunapokból. Én mondjuk a Charlie-t mondtam volna, de a Charlie-ra hát már nemzetközi érdeklődés mutatkozik. Igen. Képviselőasszony. Én még visszatérve a fürdőre, két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a sátornak az elkészültéről tudunk-e valamit, és a másik pedig a tulajdonjogbejegyzéssel kapcsolatos eljárás hol tart. Elkészült a sátor, én úgy tudom, még nem került a helyszínre szállításra. Ja, készen van már? Készen van, de még nincs itt a helyszínen. És ez a második válasz, vagy a második kérdés is a válaszra, hogy nyilván én azt gondolom, hogy a bizottságnak akkor érdemes kimenni, amikor a sátor itt van. Minden más kész van, a sátor legyen a helyszínen. Ezt kértem a kivitelezőtől, többször kértük, nyilván ez legyen. Amint itt van a sátor, abban a pillanatban a bizottság kimegy és megnézi. Nyilván felállítva még nem fogjuk látni, mert most nyáron nem fogjuk felállítani, de ez lesz a
És a tulajdonjogbejegyzési eljárás is. Azt jó, akkor indítjuk el. Akkor indítjuk el, amikor készen van. Addig ez az ideiglenes átvétel történt, csak ami most nem történik. Lenne pont ez is az oka. Olyat nem veszünk át, ami... Akkor még úgy első fél évben ez úgy várható. Én nagyon remélem, hogy ez igen. Első fél évben. Én már mondok időpontokat, ha nem bánjátok így külső kapcsán. Jó? Mindenki kapcsán. De természetesen, hát én úgy gondolom, hogy ez lenne mindenkinek az érdeke, hiszen a készfantat a sátorgyártó legyártotta, nyilván önök is ez az érdeke, hogy ez minél marad itt legyen. Jó, köszönöm. Képviselsz? Én pedig arról szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy 56 általános iskolás kisgyereket beírattunk a múlt héten a Fehér Ignác általános iskolába, és a héten pedig megtörtént az óvodai beiratkozás, 69 gyerek jelentkezett, aki szeptemberbe kezdeni az óvodát, és 8 előjegyzett, aki pedig januárba. Úgyhogy szeretném megköszönni a szülők bizalmát. Nagyon jó, köszönjük jó. szépen. Akkor ez ilyen bruttós, mert többen leszünk az óviban, mint amennyire elmentek. Igen. Rendben. Igen. Na, az jó hír. Visszatérve, köszönöm a szót, kezdeném a Magyar Közúttal. Mert hogy szegényeket nagyon megostromolták, mikor az állami cég az állami utat elkezdtek átjúzni, hogy a héten láttam, hogy Szeged és Vásárhely között a 47-es mellett szemétszületet szerveztek, szedték a szemetet, úgyhogy köszönjük szépen a munkájukat, hogy tisztává tették a környezetet. Úgy gondolom, néha dicsérni is kell őket, nem mindig csak bántani. Szoktuk. És másik a falunapok programjához csatlakozva, hogy lesz véradás a szokott helyen, a szokott időben, hogy mindenkit, mert ugye folyamatosan fogyatkozik a véradó létszám, hogy aki csak teheti, az menjen, adjon vért. Állítólag lesznek különböző nyeremények még az iskoláskorú osztályoknak, ugye ha annyira nem vagyok képbe. Úgyhogy ennyit szerettem volna. A temetőben voltam kint, tényleg nagyon szép. Beszéltem a Zsoltival, épp sírmosást rendeltem már két helyre, és akkor lett nagypapa, úgyhogy nagyon örült, nagyon boldog volt. Ez a két véglet, ugye? Mikor a nem, meg kérdeztem róla, hogy temető és a születés. Környezet, meg a Szűz Mária szobor alatt is, hogy a mészkő talapzaton is ilyen barna üledék van, hogy azt is le lehetne mosni, azt mondja, azt is le lehetne mosni, de hogy elvileg az úgy szép. Patinás. A részletekben nem mentünk bele, de még nem vannak ilyen részletek, amik akkor kell, még sem kész az egész rendszer. Tehát azt a nagy messzes oszlopot, azt akkor lehet csak lemosni, amikor kész van minden, és csak olyan technológiával, ami nem törli szét a szobornak a talapzatát. Folyamatban van, és megbeszélés alatt van a speciális. Jó, csak én azt mondtam, amivel nem történt. Jó. Jó. És a biciklit is visszahoztam. Na, tök jó. Rendben, megyünk, András. Én nekem csak egy-két gondolat, hogy akkor a sör mellé lesz Móra Ferenc népszínház is. Sajnos csak az iskola aulájában tudtuk megoldani a helyszínt, úgyhogy oda pedig az Algyi Generációk Egyesülete várja a kedves lakosokat, akár sörrel, akár sör nélkül. És csak egy gondolat erejéig a medencére visszakapcsolva, csak hogy tudom, hogy polgármester nem szeret dátumokat mondani, meg nem is fog. Szeretek, csak már itt már nem nagyon. Oké. Okay. Februárban még azt beszéltük, hogy a katasztrófa védelmi engedély miatt fel kell állítanunk a sátor használatba vételi engedély meg legyen, mert hogy a medencének megvan, de a medence és a sátor duónak nincs meg. Meg ott felajánlottad, hogy a sátor az Győrben lett elkészítve talán. Tudomásom szerint igen. És hogy kész van, és elméletileg akkor most már jó méret, meg hogy a kandelláberek se kavarnak bele a felállításba. Hogy ott említetted, hogy ha szükséges, és a lakosok ettől megnyugodnak, vagy legalábbis az a réteg, aki ettől esetleg izgatottabb, mint amennyire kellene. Én szerencsésnek találnám akkor legfeljebb valamilyen szinten ezt kommunikálni ennek a dokumentum útján, amit mondtál, hogy akkor igazolja le a sátorgyártó, hogy elkészült. Jó. A sátor, és akkor szerintem az önkormányzat részéről mi képviselőtestületként fogjuk tudni
védeni ezt az álláspontot, hogy kész van a sátor, nyugalom, használatba vételi engedély, az meg lesz. De csak most ezt azért kérdeztem meg, nem azért, hogy itt most bármit is, bármi olyat is kérdezek, ami kellemetlen, hanem azért kérdeztem, mert ugye február 22-én volt legutóbb a rendes testület, és akkor ott azt mondtad, hogy napok kérdése, aztán remélhetőleg kész lesz. Aztán most még itt csempét várnak, meg ilyenek. Ez így van, a kettő ugye úgy nem függ össze, de nincs kellemetlen kérdés, mert alapvetően én minden olyan információt közlök, amit én tudok. Amit meg nem, én, tehát nem rajtam múlik, ha rajtam múlna, nyilván már itt lenne a sátor. Tehát ez abszolút nem rajtam múlik. Én beszéltem a Raboplasznak az ügyvezetőjével is, beszéltem a Cleanstar-nak az ügyvezetőjével is. Nekik kell ezt kvázi egyeztetni, hiszen mi nem vagyunk benne ilyen értelemben ebben a megrendelésben. Úgyhogy én azt tudom csak, amit tőlük hallottam. A Graboplasztos ügyvezető azt mondta, a sátor kész van, el lehet hozni. A Krisztáros pedig azt mondta, hogy amin lehet, hozza. Én ezt az információt tudom mindenkinek továbbadni. A grandcéles javítás meg nem függ így össze ezzel a sátor kérdéssel, és abban abszolút igazad van, hogy a használatbevételi engedély a medencének megvan, amikor majd a sátrat felállítjuk, akkor kell egy kiegészítő használatbevételi engedély a sátras funkcióra. Ez nyilván az ősznél hamarabb biztos nem fog megvalósulni, mert hát nyáron nem fogjuk felállítani a sátrat. Úgyhogy nyugodtan kérdezhettek kellemetlennek tűnő dolgokat is. Na jó, már csak ez a medence téma. A medence téma az nyilván mindig ilyen, ez abból fakad, hogy nagyon elhúzódott. Én mindenkit azt szoktam, aztán van, aki megérti, van, aki nem, vagy nem akarja megérteni. Én mindig elmondom, hogy két opció volt egy pillanat ebben az egész történetben, ami jól indult, hiszen 280 millió forintért kaptunk egy 33x25 méteres medencét, ez nyilván sehol nem történne meg. De volt egy pillanat, amikor az volt a kérdés, hogy torzó marad, vagy pedig befejezzük. Ugyanannyi fejeztük be, mint 17-ben a közbeszerzésnek a vége, tehát egy fillérre nem került többen, 880 millió forintba, bruttó 880 millió forintba. Nem került többe ez a beruházás. Elkészült, igaz, hogy valóban az időfaktor az több lett, mint volt, de én azt kívánom mindenkinek, hogy a magyarországi beruházásoknál a legnagyobb problémája az legyen valakinek, vagy egy településnek, hogy 3 évvel tovább tartott a beruházás. Mert nem ezek a problémák szoktak lenni. Tehát azért ezt így tegyük már szívünkre a kezünket, látjuk, mert mi is ebben a világban élünk, vagy ebben az országban is. Tehát, hogy igen, lehetett volna, 3 évvel ezelőtt is át lehetett volna adni, már rég át lehetett volna adni, így sikerült, sok oka volt, ezt szerintem nem kell most újra ecsetelnem. De ez én továbbra is azt mondom, hogy sikeres projektről beszélünk, mert ennyi pénzért, ilyen minőségben, ilyen beruházást nem tudtunk volna megcsinálni. Megkivárjuk a sátrat, most mennyit tudok mindenkinek javasolni. Én nem tudok. Ha van közrehatásom, akkor mindig közrehatok, de van, amire nincs közrehatásom. Tehát ebben mindig csak meghallgatom a feleket, próbálok közvetíteni, hogy minél hamarabb megtörténjenek bizonyos dolgok, de mivel nem rajtam múlik, így aztán én is csak azt tudom mondani, amit tudok, meg hallok, meg történik. Egyébként én is várom már a sátrat, mert hát akkor lennék megnyugodva, hogyha a két bizottság kimenne, lezárnák, elindítanánk a tulajdonátvételt. Onnantól kezdve megint azt mondom, hogy nagyjából ezt a történetet lezártuk, legalábbis ezen a szinten. Az lenne a legjobb mindenkinek. De amíg ez nem... Én az biztos, hogy nem kérem sem a bizottságokat, sem a képviselőtestületet, hogy úgy vegyük át, hogy bármilyenfajta olyan kételj van bennünk, és nyilván, hogyha ez a sátor nincs a helyszínen, akkor az egy kételj. Tehát ezt én nem is kérném senkitől, hogy menjen ki, és mondja rá, hogy ez így oké. Én sem mondanám rá, én sem szavaznám meg, ha valaki ilyet tenne elé. Úgyhogy én ezt várom, ha itt a sátor, kimegyünk a helyszínre, a sátornak a raktározási helye már megvan a fürdő területén, tehát be tudják rakni, és akkor az ősszel pedig fölállítjuk, a garanciánk még él, tehát élni fog, ha bármi van, akkor garanciában ki fogjuk javítatni, de hát remélem, hogy nem lesz ilyen típusú dolog. Jó? Köszönöm szépen. Ennyi így röviden a válasz. Röviden, hosszan. Képviselő úr, köszönöm szépen. Erika, körbeértünk, és nem jutott semmi más eszembe, amivel még terhelnélek benneteket, vagy a nézőket. Úgyhogy én köszönöm szépen a mai munkát, és köszönöm szépen a mai munkát, mindenkinek szép napot kívánok, és találkozunk a falunapokon.